Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Feri, hello Jani, jó hello, reggelt! Jó reggelt! Ezt is itt meg nyomjuk, így van. Egy kicsi tapsocska. Magam egy kis hangerőcske, az leúzocska. Ja, a gyerekeket, elindult a sziget. Egy százas lesz? Elmi? Egy százas. Hányra értél haza? Szálmalac. Kettő körül? Ahogy van. Az jó, hát az korrekt. Jó, az ilyenkor mondjuk nem tudom, hogy miért veszük fel az első megszólalást, vagy... Vagy miért nem ilyenkor megyünk szabadságra, ez abszolút jó az ötlet. Hát figyelj, mert vannak kihívások, mert az életünkben, mert így szeretjük. Így szeretjük, hát majd alszunk délután. Így van, mert tényleg innen jó bizonyítani. Igen. Igen. É, hogy még frissek vagyunk, fiatalok, nekünk elég még 3 óra. Nem mondom, hogy könnyen ment a reggel, viszont jó volt az este, és az úgy egy kicsit azért könnyebbé teszi az ébredést. Na, kim volt mindenki? Igen, mindenki. Akkor közös élmény. Közös élményről beszélünk, próbáljuk elmondani azoknak, akik esetleg nem voltak. Nézzük a különböző két látópontot, mert biztos, hogy nem egy helyre néztük a koncertet, hiszen nem láttalak. Hát nagyon sok mindenkivel nem találkoztam, az a durva, hogy rengetegen voltak kint, de hát az valami döbbenet. Nem volt könnyű összefutni bárkivel is. Fú, hát ez... Én azt gondolom, nézőcsúcs volt a tegnapi, mert mi úgy jöttünk be, illetve mi a délután ott voltunk, mi szeretünk ilyenkor akklimatizálódni, megnéztünk egy csomó koncertet előtte, mindenféle olyan zenekart, akit esetleg eddig nem, és hátulról támadtuk be, mert úgy voltunk, hogy mi előre sunnyogunk a BK-val, mondtuk mi, és ez azt eredményezte, hogy az első kocsmánál, ami így a nagy színpaddal szembe állsz, ott volt egy ilyen nagy italpromóció, ott falba ütközöl. Onnan sehova. De gyerek, csattig, és ráadásul úgy, hogy most átalakították ott a sziget. Fú, előtti. Nagyon fura minden ott, igen. Ugye? A nagy színpad előtti rész teljesen, csak kovályogsz. Nekem tetszik, van hely. Fú. Az összes ilyen nagy kocsmát, ami ott mindig ott volt, az kitolták, és rengeteg hely van, és gondoltuk, hogy mivel rengeteg hely van, ezt már délután megnéztük, lesz nekünk előre hely. És így puff, egy ilyen falat láttál, és a színpad az nem látszott. Mondom, hello, akkor menjünk, próbáljunk és meg. Ha már neked nem látszik, akkor... Igen, akkor nagy a baj. Akkor nagy a baj. Rám is. De Robi bácsi rendben volt, szóval, hogy én bírtam. Megoszlanak a vélemények. Egy jó hangulatú kelet-európai hakni. Az a baj, hogy ezt most ki is mondtad, jó, igen, és ott van a két jelző. Jó hangulatú, de hakni. Igen, a kelet-európai ez. És hakni. Szóval amikor tudod, így egy óra után mondjuk arra gondolsz, hogy így hány számot is nyomott le, kb. 6-ot. Tudod. Tehát, hogy azért, hogyha ott a nettó műsoridőt nézzük, és mondjuk leszámítjuk belőle a jó pifiziást, meg a kis szerepelgetéseket, meg a közönség énekelgetéseket, meg a danolászásokat, akkor azért ez nagyon rövid kis koncert volt ahhoz képest, hát hogy, igen. Hogy azért mondjuk eleve ugye másfél órája van, tehát ő egy fesztivál programmal jön. Tehát nem egy nagy önálló stadion koncert, amíg egy két és fél óra, hanem másfélra, fél tíztől 11-ig. Visszautalnék a közös koncert élményünkre, úgy hívek a fiatalembert, hogy Prince, aki 2,5 órát játszott. Hát igen, csak ugye azt szerintem, hogy vagy előbb volt színpadon, vagy nem volt még 11 kocsán rendelet, neki most 11-kor le kellett jönnie. Mert 11-kor vége a nagy színpadnak, hát szigorú jellege. Ezért kéne hagyni ilyenkor a szokásos kis, mit tudom én, saját kis két és fél órás koncertekre jellemző ilyen kis beszélgetéseket, jópofizásokat, nem tolni kőkeményen a slágereket. Azokból sem volt egyébként hiány, mert marha jó volt, tehát hogy igazából ez egyfajta best-of volt. Mondjuk én egy idő után már úgy kérdően tekintettem körbe, meg ugráltam, hogy nézd, hogy tényleg az Oasis van a színpadon, most meg a Queen. Jaj, de jó. Igen. Tehát, hogy Sinatra végén egy kis Queen. Volt 3 Queen, egy Joan Jett, egy Sinatra, egy azért fél az YouTube. Nekem igen, volt egy kis izé is, kis Isle of Rock'n'Roll. Bírtam azt a részt, amikor nyomott egy ilyen. Én azt szerettem, igen, nyomott egy kis mixet. Amit a Jani mond, 2,5 órába belefér ez a fajta a dolog, szerintem 1,5 órába több zene kellett volna. Tehát mindezeket, hogyha ezt a sok negatívot így levesszük, de nyilván nem lehet, mert ott voltunk a koncerten, akkor egyébként jó volt. A csávó zseni. Abszolút. Zsebre teszi a közönséget. Oh, irgalmatlan. A tenyeréből levet a közönség. Tehát, hogy én nem vagyok egy Robi fan, hát ezt mindenki tudja, vagy sejtheti legalábbis, de azért az, amit a csávó csinált a színpadon, meg ahogy kommunikált az emberekkel, meg ahogy tényleg imádta mindenkit. Körülöttünk
angolok voltak, hát körülöttetek meg biztos hollandok, mert magyarokkal viszonylag kevéssel találkoztam, folyamatosan az összes számot énekeltem, hogy mondtam is a barátomnak mellett, hogy ennyire jól beszél az ország angolul. Hát mondom, ez nekem kellemetlen, és akkor mondták, hogy nem jön ők Bristolia. Mondjuk egy új réteg jelent meg a szigeten, aki nem volt azért, tehát a Békásról és Kaszás Gyűlőről a 60 éves Marika nénit nagyon szerettem. Gyerekek, nagyon. Tehát ilyen közönséget én a szigeten szerintem én 15 éve nem láttam. Tehát a klasszik fesztiválozók ott voltak, oké, fiatalok, hollandok, nem tudom. De megjelent ugye az a tömeg, akik kijöttek, mert végre nekik egy szigetes előadó mondott valamit, igen. És nem tudom mit, tudom én nem tudom mit, tényleg Avancsi, meg nem tudom kién van a színpadon, hanem Robbie Williams, ami azért nagyon mainstream Magyarországon. És ezáltal a vöröshajú, 60 éves, kis szűk ruhában, kéz a kézben, öves, hasitas is, 65 éves pasival, átsétáltak szépen Békásról, Kaszásról, gyerekkel felnő, és megjelentek. Klasszik nem fesztiválozók, tehát amikor mész és hallod, hogy 5 perce szídja a hévet, a forgalmat, hogy nincsen pénz, hogy miért nem tud ásványvizet venni pénzért, igen. Hogy nem érti a kártyás rendszert. Tehát tudod, hogy nem ez a közege. Igen. És a ránézésre ez a közege, azt én nagyon szerettem. Tehát, hogy mentünk ki hajnali, mint a 1:30-kor, és megállt a hév előtt a sor, és akkor elkezdett, hogy miért áll a sor, hogy miért nincs megszervezve, hogy ez milyen fesztivál, hogy itt milyen néz ki jutni. Hát ő ide soha többet nem jön, most volt először, de hogy soha többet. Csak neki megy a sor, csak hát megáll, ez mindig ilyen, meg hát most azért nagy, de első nap meg nehéz ki jutni. A korábbi évek tapasztalatához képest nem volt semmilyen probléma. Imádtam. És nagyon sokan, akik csak arra a napra jöttek ki, ott voltak gyerekkel, felnőttel, nagymamával, fiatalon, idősen, de tudtad ránézésre, hogy nem ilyen. Ezért jött, nem tipikusan az a fesztiválozó. Tehát egy teljesen más réteg is kint volt a szigeten. Ez nagyon szórakoztató. Én nekem engem nagyon egy 80 éves bácsi. Én meg is kérdeztem, mert egy ilyen nagyon őszhajú bácsi ment aranyosan, és szerintem lánya, azt már nem kérdezte meg, hogy mentünk tovább. Te egy dologból ültött, hogy Jávor Pál. És megkérdeztem, ne arra, hogy hány évesnek tetszik lenni, és mondta, hogy 80. Az kemény. Jó volt. Ilyen tömeget én nem láttam, tehát ez valami ilyet, a kiutásnál az elképesztő volt. Tehát azért az már elég flottul megy mindig. De ez a tömeg, ami ott volt a hídnál, meg a híd előtt, az elképesztő. Hát egy órát jöttünk ki, mire kijutottunk. Akkor értünk ki, amikor még azért, vagy nem volt, nagyon nagy tömeg volt már, de még nem volt csurigott a színpad előtti tér, és akkor így a színpadra szembe állunk, akkor így jobb kész felől álltunk meg. És mondom a többieknek, mert ott volt egy ilyen üres plac. Mondom, srácok, ez nem lesz üres 4 óra múlva, menjünk egy picit hátrébb, ma az lesz, hogy ide beszorulunk, aztán a büdös életben nem fogunk tudni kijutni, tehát nem fogunk egyszerűen tudni hazaindulni, megmondom azért nézzetek már körül. Ez egy fanatikus tömeg, itt lehet, hogy cumiágon leszünk. 5 perc múlva már nem tudtunk megmozdulni, és az egyik pillanatban megindult a tömeg kifelé, mint hogyha valaki mondjuk középre berakott volna hirtelen 2000 embert, és kifelé elkezdtek tolni. Ott, komolyan mondom nektek, halálfélelmem volt, neki toltak a büfének, ahol a büfé, 2 büfé mellett volt egy ilyen kis egyemberes sáv, amin ki lehetett menni. Neki toltak a büfének, és tudod, amikor fordul a hátra, hogy menj már, légy szíves, a jó édes. Látod, hogy őt is tolják meg. Őt is tolják meg, és így álltam, és így vitt a tömeg. Elképesztő félelmetes volt, aztán itt valahol hátul meg tudtunk állni, ott a büféknél ott volt, mit tudom én, valamilyen ilyen italmérés, ott megálltunk, és akkor onnan hallgatunk. Azt mondjátok meg nekem, hogy van az, hogy a koncert elején kristálytiszta hangzás, tök jól szól az egész, és a végére, meg a dobunk ki, már nem hallasz semmi. Azt én onnan nem hallottam, hogy én álltam. Igen. Azt nekem nem tűnt, az egyik kivetítőn elszállt a LED fal, azt láttam, és ilyen zöld volt, szegény Robi, meg ne, azt láttam, de a hangzást nem hallottam. Hát a kicsnél már nem hallottam semmit az egészet, tudtam, hogy persze, hogy ja, tényleg, az lehet. Ennyi. Az lehet. Mi egy körül megálltunk egy gyönyörű marhaszegyre egy fröccsel, de ez mindegy, összeismerkedtünk ott egy párral, és ott a nő mondta el ugyanazt az élményt, de képzeld elő, bent volt a közepében, van egy ugye a hangmesteri állás meg a színpad között egy ilyen végig egy kifutó, igen. Ahova ki is jött a Robi, ott szétiszedték egy kicsit, és mondta a nő, hogy ő oda beszorult, és a biztonsági őrök emelték ki, mert azt mondta, hogy halálfélelme volt, odaszorít. Tehát annyi ember volt kint, ugyanaz az élmény, mint neked, hogy odaszorítottak, és a biztonsági őrök szedték ki, és akkor apa meg ment utána, hogy ne vigyék el az én feleségem, nekem, mert ő még kell. Aztán valahogy ugye megint összekeveredtek, tehát hogy ilyenek voltak, de hát ekkora tömegnél
szerintem előfordul. Ami érdekes volt, és ezt többen mondták, hogy talán egy picit az eddigi évekhez képest az a fajta figyelem, ami a másikra, a koncertlátogatóra vonatkozik, tehát hogy ott állsz mellettem, akkor nem taposlak agyon. Mindenki azt mondta, hogy az most nem volt meg. Az most nem volt, de tehát szerintem durvább ez... volt a közönség, de ez biztos, de szerintem ez azért, mert akik nem fesztiváloznak, szerintem ott egy picit, tehát más hangulat, ha így nem jársz ki, és ez csak beesél egy koncertre. Tényleg, tehát, hogy vagy tudod, hogy mi az atmoszféra, mi a hangulat, hogy viselkedsz, mi van, rárépsz valakire, hogy közlekedsz, merre mész, tudod, egy rutinos szemmel áll, ott megy a tömeg jobbra, el, ott van, tehát, hogy merre vannak a szabaduló részek. De volt egy nagyon komoly réteg, akik szerintem most úgy kijöttek, mert mondjuk mit a 20 ezer volt egy jegy, kaptak érte egy koncertet, plusz még másik százat aznap, megnézték Robit, de okozott egyfajta bizonytalanságot, hogy azért ott nagyon nagy tömeg van, és nagyon észnél kell lenni. Két nagyszerű taxis élményt szeretnék elmesélni nektek, mert azért jöttünk vissza, ugye több ilyen taxis droszton van, egy bent a hivatalosnak, kint a izénél, a fölüljáró lábánál, mi kijöttünk a középsőre, aztán mentünk tovább a másikra, az egyik a izé sorba álló ember elégedetlenkedik már, nagyon fölhívja a taxitársaságot, azt a taxitársaságot, akinek a drosztjához sorban állunk. Látja, ki van írva a szám, azt mondja, a Molkuthoz kérek egy taxit. De így, hát gondolom a diszpécser vette levegőt, mert jó napot kívánok, nem tudom, 400 van Magyarországon, melyikhez, akkor ott elmondta, ez volt az egyik, természetesen mondta, és kérdezte, hogy hol van. Itt állok a taxidrosznál. Hát, oda járunk mi. Érti? Tessék beülni. Mert az a miénk. Igen, de mondja, hogy vannak előttem 50-en. Hát ezzel nem nagyon tudok mit csinálni, ez volt az egyik, a másik. Várjál, hogyha utcán fogod a taxit, az nem drágább, mint hogyha telefonon rendeled, mert én is azt is el tudok kezdeni, hogy már egyenáras van. Nem, ugyanannyi. Hát ő ezt az 50 embert akarta nyilván megspórolni, az, hogy kisétál a Molkútig, odajön a taxi, de hát nem tud odajönni, mert ráadásul ez a taxis droszthoz meg könnyen be tudta kanyarogni. Ez volt az egyik, a másik, előre ment egy áldott állapotban lévő anyuka a férjével. Hajnali 2 óra, és akkor kérdezte a srác a taxisokat, hogy megengedik-e, mert itt az asszony, azt már akkor a pocak és kicsit elfáradtunk, mondta a taxis, ott a diszpécsercse, persze azonnal, na mit kapott? Anyádba mész előre! De tényleg, igen, és akkor így szegény haps így hátrafordult, mondta, hogy hát az van, hogy akárhanyadik hónapban volt, arra már nem emlékszem, akkor nem kell jönni a szigetre, köcsög! Gyerekek, na igen. Amit kapott szegény néni. Na szóval ez nincs a szigeten. Tehát ez egyébként nincs. Ez nincs. Ez mondom, ez tényleg annak köszönhető, hogy talán kicsit ingerültebbek voltak a kevésbé szigetezők, igen. Én gyereke voltam, meg Vikivel, meg egy... Hogy bírta a fiatal ember? Figyelj, nagyon szerette, nagyon tetszett neki, imádta, lebesétált, megnézte a koncertet, kisétált, a vége vittom, én 200 méteren már azért picit ugye elámosodott, és nem kellett, ő fél tízkor mindig alszik, de nagyon, nagyon tetszett neki. Jött, ment, egy gumicsizmába ott, de csináltunk pár fotót, az első sziget együtt. Nagyon végigállt az egész koncertet, hol a nyakamba, hol a kezembe, hol mellettem egy ilyen asztalon, ott rá tudtam tenni az asztalra, és akkor onnan néztük, úgyhogy nagyon, nagyon élvezte. Onnan még bátran kisétált, te tudod, fákon, esernyő, ahogy jössz be a hídon, installáció, kapott a fejét, mindenhonnan zene szólt, nagyon tetszett neki. Úgyhogy kicsit sipol a tüdőm. Úgyhogy, megvan az első szigetes élmény. Hogy ezt az esernyőt, hogy mondtad, pont a békával beszéltük, hogy jöttünk kifelé, hogy olyan apróságokba tolnak bele irgalmatlan energiát. Tehát megvan az, hogy 5000 darab ilyen esernyőt kifordítasz, átfestett szivárvány színűre, szerez bele egy villanykörtét egyesével, és fölviszed valami fára. Jó, ezek az installációk. De ebből a fajtából van 5000. Ahogy bejössz, akkor vannak ezek az óriás bőröndök, amit és ott fekszenek benne emberek, sírsz annyira. Jó, hogy ebben mennyi energia van? Mit kell az a nagy energia? Tehát, hogy tényleg le a kalappal a gerendaiek előtt, mert ezt nagyon összepakolták. Tehát, hogy látványra ez az egész hely, meg a tényleg a hihetetlen feeling. Nagyon jó. Te mióta nem voltál kint? Hú, nem is tudom, 2 éve voltam kint utoljára. Igen? 2 vagy 3. Nekem már néha kicsit ipari, meg ugye elveszti a klasszik fesztivál jellegét, sokszor én már azt érzem, tehát olyan, mint egy nagy város, vagy egy nagy majális, vagy egy, tehát hogy úgy nem az a klasszik fesztivál, de ezt már ugye régóta mondják, ez egy nagy köszönet a szigettel kapcsolatban. Szerethető, de vannak fesztiválok, amik szerintem inkább fesztiválok. Aha. Ez már egy nagy város, ahol a bőrdíszművestől kezdve tényleg a vatacukorig, a giroszosig,
a bungee jumpingon keresztül minden van. Hát, és közben koncert élmények. Sehova ne kelljen kimenet. Hogyha tényleg azt mondod, hogy megkívánsz egy 900 forintos hotdogot, akkor érted azt is bármikor. Meg... Minden van, és éjjel háromkor, éjjel kettőkor, háromkor. Szóval, hogy jó, ma már szerintem jóval kevesebben lesznek, tehát ma igen. Már nem lesz ekkora. Nem lesz ekkora hát ez örület. A Robi miatt volt. Aminek viszont külön örültem az, hogy Robi nem úgy köszönt be, hogy jó estét Bukarest. Tudta, hogy hol van, igen. Aha. Elvileg a közösségi oldalára, az Instára, vagy nem is tudom, a Twitterre felrakott. A Twitterre felrakott egy bukaresti koncertet. Egy bukaresti, oké, már majdnem lemondta a koncertet, igen. Állítólag az volt, hogy berágott, hogy ne fotózzák. Hát mert picit csalódott volt, mert Bukarestre számít. Ja, nem az volt, hogy az első három dal alatt csináltnak vele róla képeket, és már a repülőtéren várt az RTL stábja, és berágott, hogy ő vele ne csináljanak semmit, ne fotózzák, stb. Aha. Aztán Gerendai, aki értek is egy közleményben, hogy tegyék meg ezt a szívességet mindenkinek, a Robi fanoknak is, meg nekik is, hogy az első három számon kívül nem fotóznak, illetve nem is publikálják azokat a fotókat, ha esetleg elkészülnek, mégis hogy nem. Igen. Aha. Igen. De aztán megoldódott. Mondjuk vicces ez abban a korban, amikor azt látod, hogy egy-egy számnál mondjuk ilyen 30 ezer darab telefon. A HD minőségben éppen. Igen, az már, de hát az nyilván azzal nem tudsz mit kezdeni. Hát, igen. Viszont nem volt a fehérhajú gitáros gyerek. Nem volt eszembe, teljesen más zenészekkel volt. Hát, vagy festett. A másik gitáros, a feketehajú napszemüveges, a dobos meg a billentyűs volt a múltkori koncerten, ami 8 évvel ezelőtt volt, de fehérhajú gitáros szegény az valószínűleg más turnéban volt, és egy favágó típusú fiatalember gitáros. Igen, de jó, amikor ott jemmeltek egyet, azért az jó volt, mikor Robi lement, és akkor 5 percet ott zúztak, azt én szerettem. És ha egyszer sztár leszek, én is két ilyen háttérénekes nőt akarok magam. És ráadásul nem volt rossz, tehát nem énekelt rosszul a csaj, a göndör. Azért brutál jól énekel. Azzal a tüdővel én is jól énekel. Tehát a Kylie szintet abban a dalban hozta. Nem, a szám mind. Hozta a kidsben, olyan jót énekel. Robinak már szerintem a hangja azért ment néha, tehát nem az az átütő erőteljes hang. De hamis hang egy darab nem volt. Nagyon jó volt. Volt egy kis fátyolossága a hangjában, az biztos, de... A meghatódottságtól. Á, full profi a csávó, tehát, hogy mindent el lehet mondani. Picit ez, picit az, tehát, hogy így azért visszaköszön egy-két Fred is kis alőr, meg egy kis kiszes arcfestés, meg hát ugye őt az egyértelmű izék, Weaver Rakió. De elképesztő jó dumákat nyomott egyébként a... Ki az, aki 30 év alatt és 30 év fölött, jó, akkor én vagyok Robi Williams, 2000 héten rehabra kijöttem, volt egy fiú zenekar a CTT, ez elmentem szóba, zseniás, még a csajt fölhívta, és akkor a könyvvel elkezdtek marhulni ott, igen, hogy beleolvasott igen. A könyvbe. Krisztina a mennybe ment. Igen, Krisztina a mennybe ment, azt, hogy nem tudott arra válaszolni, hogy 18 év feletti vagy alatti vagy, és nem tudott angolul, akkor nem tudom, hogy olvasott egy angol könyvet. Igen, az érdekes volt. Azt nem értettem, hogy... 18 év alatti, vagy 18 év feletti? És csak így, akkor mondasz, hogy 18 év feletti, mondasz, hogy igen. Tehát, hogy az egy érdekes jelenet volt. De amikor beleolvasott az életrajzi könyvbe, és úgy csinált, mintha ő tényleg azt olvasná föl, hogy mekkora a pénisze, hogy milyen az ágyban, meg nem, az nagyon rögtem. Tehát az nagyon szórakoztató volt, meg amikor elkezdett a Tégdedből énekelni, hát az különösen jó volt. Na jó, úgyhogy jó kis koncert volt. Én most kiszigeteztem magam. Sok volt nekem tegnap, igen, elfáradtam, úgyhogy most lehet egy-két napig nem. Öreg, tudod, hát... Mi volt, csak nem így. Á, nem úgy, csak a bemenetel, kimenetel gyerekézre, tudod, hogy mondtam, jó, ezt most ezt köszönöm elég. Lesz, köszönöm, hogy egy órát jössz ki a nagy színpadtól ki a hídig, azért az, ez nem jellemző. Úgyhogy mondtam, hogy jó. Majd tétvégén. Meg vagyunk. Tétvégén visszanézek. 34 gram por biztos benn van a tüdődbe. Na azért ott, hogy... Igen, orrot fújni ilyenkor, Fincsi. Ja, nagyon igen. Na. Hát ha valaki volt kint, írjatok nyugodtan, jó, hogy kinek hogy tetszett, milyen volt, vagy mi volt a vélemény Robiról egyébként. Igen, tényleg, a jó hangulatú hákni, az a jó megfogalmazás. Na, azt mondja, hogy... Leküldjük el egy tüdőszűrőre. Nem, allergiás vagyok, és én... Aha. Kicsit csipol, mert fújnom kéne ilyen mentolin. Kiszaladjak a pipádé. Az kéne, kicsit sokat dohányoztam tegnap. Na, azt kint voltam a szigeten, nem láttalak titeket a koncerten, a magyarok nem tudtak viselkedni. Sajnos, de jó volt, puszi nektek, Natália. Az a három, aki kint volt. Nem, most nagyon sok volt. Én ennyi magyar, én nem tudom, mi jöttem. Tehát se a Prince-en, se a... Nem tudom, ez a magyarok nem tudtak viselkedni. Előttünk, mondom, angolok álltak, és hát ott is azért lehetett volna mibe belekapaszkodni. Én úgy vagyok vele, én, aki azért a hétköznapok nem vagyok túl toleráns a taplóságra. Érted, én úgy voltam vele, hogy nem, hát hogy érted, hogy most érted, hogy elsörözgetnek, elborozgatnak, elpiálgatnak. Persze, hogy van
van egy fesztivál hangulat, úgymond, tehát el lehet nekik nézni. Hát érted? Én estem keltem állandóan. Persze, persze. Meg nem bántanak nagyon senkit egyébként, szóval békések. Na, most elmaradt az ismétlés, mert sokat beszéltünk, viszont aki jelentkezni játékra, az jogottan jelentkezzem. Jó, meghallgatjuk Ákos híreit, aztán jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, M1-es 47-es kilométerénél nincs semmi esemény. SMS-ben. SMS-ben kaptuk ezt, és köszönjük szépen. M3-as M0-ástól sáv elhúzás torlódni fog emiatt. Pali küldte, valamint a 32-es számú főúton Zagyvarékocs és Szolnok között két kamion találkozott, rendőrség irányítás mellett lassan lad a forgalom. Ervinkel, köszönjük szépen. Az SMS, ezek a legfrissebbek egyelőre, minden. Minden rendben van, úgy látom. Nincs nagyon más. Nyugalom. Csendben, nyugalom van. Mindenki alszik. Mindenki pihen. Hosszú ez a nyár, nem? Uh-huh. Hát én már érzem a szorítást a nyakamon. Évek óta nyár lenne, nem tudom. 2 hét lesz. Még van benne egy augusztus hús, és utána van egy hús, az legyen benne. 1008 évettem kint tegnap egy szendvicset, amit egy falat után kidobtam a hús miatt, de ez mindegy, ez csak egy... Nem, baj, nem, mert azért kóstolod meg a 890-es hotdogot, mert ja, érted, lehet, az is jó mi. Na, és utána van még egy hét, és kész szeptember. Iskola kezdés, Jézusom! Iskolába megy a gyereke. Bizony. Már mesélje már, Jani, hogy mit kell ilyenkor, mit vegyek be. Most semmi, az anyjával, ugye? Majdnem mondtam egy csúnyát felé, hogy... Éreztem, hogy ráfutok. De... Hát ez teljesen, tehát hogy az nem marhára nem rólad szól, hanem a gyerekről fog szólni, és teljesen kiszámíthatatlanak szerintem a gyerekek reakció, hogy rengeteg függ attól, hogy lesznek ott kisbarátok, volt csoportjából, hogy tetszik-e neki a tanárnő, tetszik-e neki az osztályterem, hogy tehát ezer dologtól, de a tanárnő az nagyon-nagyon fontos. Tehát az, hogy ki lesz az osztályfőnök, és milyen osztályfőnök lesz, mi azért, hogy azt mondom, hogy kicsit ráfutottunk. Igen? Ráfutottunk a cumira. Igen, kemény volt. Az mindenki azt mondja, hogy az első két év nagyon meghatározó volt a szempontból. Meghatározó volt, igen. Nyírbált a gyerek személyiségből elég rendesen. Az sokat számít, igen. Na, megnézzük, ki a játékosunk. A 7 második játékosa. Tegnap nagyon csúnyán kikaptam. Nem, szerintem nem, mert nem mondtad ki a nemet. Nem, akkor kaptál volna csúnyán ki. Kikaptál, mondasz, hogy elengedtél egy napot. Egy nap, igen, kaptak egy kis előnyt. Na, tisztes helytállás volt a részedről. Igen, ki a mai játékosunk? A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Halló, szervusztok. Szia. Halló. Hello, Sanyi. Honnan hívtál minket, Sanyi? Budapestről hívtalak titeket. Budapestről, mit csinálsz most éppen? Én most sofőr vagyok, a BKV-nál. Oh. Hoppá. Jelen pillanatban is, vagy most mész a munkahelyedre? Nem, éppen egy végállomáson állok. Van egy pár perc tartó szokdási időm. Az jó, kicsit. Uh-huh. Ilyenkor mennyi a pihenőidőtök? Nem, sok itt két indulás között, most épp egy olyan 4 perc talán. Az mondjuk, az tényleg nem sok. Úgyhogy 6:56-kor indulni kell, játszunk. Nem. Azt hittem, hogy azért a végállomásokon van egy, mint amely 5-10 perc, 20 perc az emberek. Van, amikor van, de hát tudod, két végállomás van, az egyik az csak ilyen olyan, hogy megérkezel és kizárod a visszaindulási idődet, a másik a fő végállomás, ahol el tudsz menni intézni a dolgaidat. Aha, meg azzal nyerhetsz egy kis időt, ha kirakod az üzemzavar táblát, nem? Nem, az ilyesmit nem csinálni. Borzottok egyetlenül büntetért a BKK. Igen. Kivel szeretné játszani? Ferivel. Jó. Nagyon jó. Jól van, na. Hát akkor meglátjuk. Okay. Mire mentek egymással, indítjuk az órát, jó? Nézzük meg. 3, 2, van fire. Azt írtad, Ferivel csatáznék, nagy darabok menete lenne. Kövér vagy? Milyen lehetek a BKV-nál? Csak is kövér. Ott mindenki az? Természetesen. Feri, neked van jogosítványod, van. Ugye? Van. Folyamatosan vezetik. Vezetek. Te is vezetsz, ugye? Olyan kérdést szeretnék föltenni neked, hogy képzeld el azt a szituációt, amikor megy egymás után egy egysávos úton 5
személyautó. Az egyik megelőzi a másikat, így folytatódik. Ne. Arról van szó, hogy az első lefékez, mert valamiért... Piros autó az első. A szín mindegy. A második. Belemegy. Az elsőbe. Akkor a második. A második a hibás. A harmadik a másodikba, a negyedik a harmadikba. Jó, értem. Kikének a betétlapot. Te tudod a helyes válasz? Természetesen. Uh-huh. Tudni kell hozzá, hogy mit nevezünk a legkisebb követési távolságnak. Na. Fűha. Megvoltatok. Istenem. A mindenit neki. Megvoltatok a közepén, majdnem beledurrantva ott. Hát igen, ott kétszer igen, volt. Jó, most vajszívek lesz, mert az nem volt kimondva. Hogy ne. Így van, rendesek vagyunk, tiéd a pont. De ott borotva jelen táncoltál. Igen. Ugye ez a ne vagy nem az azért nézve, nem mindig halljuk a végét. Jó, valóban a második a hibás, és ő ad mindenkinek betétlapot. Persze, hogy jó vagyok belőle. Mert a többiek elől elvonta a fékutat. Így van. Engem akarsz megfogni egy közlekedési hír. Bármikor meg tudnál fogni, egyébként véletlenül beletrafáltam. De tényleg a második, ezt tudom. Nem, ezt tudtam. Kivételes. Jó, figyelj, megadjuk az ajándékcsomagot. Hát, Sanyinak. Nagyon szépen köszönöm. Nem mondom, hogy beleborzongtam a témafelvetésbe, tehát, hogy nem rázott a hideg az élet, annyira nem volt izgalmas, viszont minden esetre kitöltöttétek az egy percet, ez a lényeg. Sanyikám, úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk, ügyes vagy. Próbáltam kiráncigálni Sanyit, de nem lehetett eltéríteni. Tehát ő kitalált, hogy miről fog beszélni, csak az van. 2:00 Hát az igazság, hogy nagyon sokan a közlekedők közül fogalmuk nincs róla, ilyenkor kijön a rendőr, aztán azt mondja, hogy mindenki adjon az előtte levőnek egy betétlapot. Ez egy frissebb nálad? Ez valami frissebb most nálad? Mert nagyon el akarod mondani. Itt igen, most... nem tudom, hogy van ebben ennyi. Az igazság, hogy olyan sokan nem tudják. Jó, oké, kösz is Anyikám, mi maradjunk az ajándékcsomagnál. Örülünk, ügyes vagy, csak ez most már annyira nem izgi. Ügyes voltál, gratulálunk. Ciao, szép, hello. Nem, most tényleg még egyszer elkezdtem volna elmondani, hogy hoppa, hát a negyedik, a hatodik, a hatodik, a nyolcadik. Igen, de minden esetre az ajándékcsomag jár, ügyesen játszott, és hát ez a nem, igen, hát ez egy véleményes dolog. Én hallottam talán nemet is, de... Nem! Hát, ügyek a hallgatók is, de... Igen. Ked van, figyelj, sziget nem van. Nem volt tiszta. Bulisztunk, hát most legyünk már nagy lelkűek. Persze, nem megadjuk, tehát ha nem volt egyértelmű nem, akkor nem jár a dolog, csak igen, nem volt teljesen tiszta. Na jó van. Ákos jön újra a hírekkel, jó, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nyugodtan jelzőt az utakon. Ki, hol van, mit csinál, mit dolgozik, és mit tapasztal. Küldjetek el, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 8 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Picit apukásan, picit lassabban, mert hogy tegnap azért ugye már mindenki beleasított az éjszakába, és ezek után így nem könnyű. Apukásan? Nem kell vinni gyereket a szigetre, ennyi. Hát aki ilyen hős és fölvállalja, hogy a gyerekét cipeli végig, Olyan régóta ígérem neki, vagy ígérjük neki ezt, hogy muszáj volt be. Lesz cuki. Figyelj, nagyon jó, szóval amikor már ott mész a saját gyerekeddel, és ott volt, amikor forgattál a Z+-szal, aztán ott volt, amikor ott voltál a barátnőddel, aztán a barátnődből a feleséged lett, utána ott vagy a gyerekeddel, csinálsz fotót a sziget felirat előtt, ül a nyakadba, mely dumátok, magyarázol neki, szóval nagyon, nagyon jó, csak... Múlik az idő, ezt érzed, hogy Jézus, atya, úr is. Toljatok ki még, toljatok ki. De nagypapa, már nem vagy alkalmas a szigetre. Nem, még egyszer kimegyek, vigyetek ki, ott akarok meghalni. De megint összeáll a happy gang. Szóval, hogy nem, csak az ember ezen azért így filózik, tudod, hogy tényleg ott mész a saját gyereked, de atya úristen, 1997-ben 20 éves volt, amikor zenetével én elkezdtem forgatni ott, és csináltuk a megállót, meg hülye műsorokat, te is, meg minden műsort oda kiraktak, hogy bármi, ami ott van, az ott szülessen a szigeten. Most meg megyek a gyerekemmel kéz a kézbe, és magyarázom neki, hogy mi, meg hol, meg mit kell csinálni. Ennél a bokornál, apa annak ide, na mindegy. Ó, belké meg, ott is apád, ott is, ott őt, ott engem. Minden volt. Ott én, ott engem. Á,
Nem, szóval úgy a fene se tudja, tényleg nagyon durva. Felfoghatatlan, hogy ott sétáltunk tegnap már gyerekkel. Hát igen, nem fiatalodunk mi sem. De hát ez van, hát ez a jó ebben, nem? Vagy rossz, vagy nem tudom mi, de... Jó, hát ez van. De minden esetre jó, igen. Na nézzük, mit írnak a hallgatói, mi a helyzet az utakon. Közlekedés szempontjából még nyugi van, egyébként nyilván az őrület majd szeptemberben indul. Most egyelőre még a legtöbb helyen a trafik ellenére jól lehet haladni, csak egy-két helyen fotóznak, nagyobb balesetek nincsenek. Azt mondja, hogy... Ja, mondtam, hogy megjött a Pünti? Aha, igen, tegnap említetted. Így van. Vagy ez másik már? Hát, jött egy új. Figyelj, azt tudod, hogy... Ki vagyok ezen, gyereke? Ki vagyok? Kétszer is fotózhatnak. Azt hiszem ugyanaznap akár két Püntit is kaphatsz. De ezt nem tudom, hogy ez jó-e vagy nem. Szóval, hogy én tényleg megőrülök ettől. Hát megvettem, basszus. De nem, de későn vetted meg. A jogszabály azt mondja, hogy mielőtt fölhajtasz, legyen neked, akkor hajthatsz fel. Fölhajtottál, érted, az ottani autónak, aki ellenőrz, ezt nem kell tudni, hogy te egy jó állampolgár vagy, egyébként is majd veszel egyet. Ő azt látja, hogy te most abban a pillanatban hibáztál. Na igen. Értelek, kicsit, tehát én veled vagyok, de ilyenkor azért nekem úgy... el kell mondanom, ugye, a hülye gyereknek, aki én vagyok, hogy már pedig úgy van megírva, hogy... Ez ilyen. Igen, csak úgy picit úgy bántott. Tudod, ha már becsületes vagy, is megbüntetnek, hát milyen világ. Igen, mert nem kamúzni akartál. Nem akartam kamúzni, csak délután vettem meg, de kifizettem, és augusztus 20, vagy július 20, megérkezett M1-es, nem tudom, 104-es kilométerénél. Na, a Mezőkovács házán Kasper felül három lábúval mérnek. Ildi küldte nekünk. Akkor most mi van azzal a nyomorult betét nappal? Ez kazik. Ezért ugye a játékunkra vonatkozik. Erzsébet így Rákóczit jójárató Vítos Törpe küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy idegesítő volt a játékos, de nem mondott nemet. Jani küldte nekünk. Hát ez megítélés kérdése, de nem mondta ki valóban. Ne. Hogy övi az Andy csomag, megérdemelte, ügyes volt, úgyhogy küldjük neki. Most a sziget a Margit szigeten van? Kérdezi valaki smiley-el nélkül. Igen. Na, hát nézz körül, mennyi. Igen. Hát igen, ott legalább nincs tumultus, nem kell belépőt fizetni. És talán át is hallatszik. Valószínűleg. Az ele. Valószínűleg azt is. A Zsűr nem volt kint tegnap, mondta, hogy ettől függetlenül az ágyából hallgatta végig a Robi koncertet. Nem kell olyan közel lakni. Tényleg? Most. Pedig egyébként amikor... minden rendben találtak, tehát hogy mérik természetesen. Bemérték. Mint egy jól ottó sorsolásom. Minden rendben találtak. Sorsolási bizottság elnökét. Minden rendben találtak, igen. Így van, de nem Szerbiában. Amikor én még a Marina parton laktam, akkor én is csináltam olyat, hogy kiültem a kis teraszra, ott voltunk szembe. És fölismerhető? Mert mindig csak ilyen nagy katyfasz jön, tudtad, hogy most ez Quimby, vagy nem tudom. Igen. Turami masszív. Igen? Akkor volt a szem, nem is tudom, talán ilyen LG-t, és nap volt a mínusz egyes, hogy rengeteg vendéggel egész. Még volt a Magyar Zene napja, vagy mi volt? Igen. Ez volt valami ilyen. Az, a Magyar Zene napja, és akkor azt én ott otthonról hallottam. Hatodik búcsú koncertjük. De már mondták, hogy ma a következő decemberben. Hát, ez a búcsú koncert decemberben. Ne legyen. Őket bárhányszor. Elbúcsúztunk, szevasztok, találkozunk decemberben az Arénában. Egy újabb búcsú koncert. Egy újabb búcsú koncert. Ez volt a búcsú koncert, igen, mára, de... De egy hónap múlva újra elgéti búcsú koncert, igen. Na. Nagyon jó hírem van a számotokra, ti, akik végig izgultátok a vizes VB-t, ugye most lett, hát, hogy gyönyörű eredményekkel vége. Csak egy ilyen mellékvágány. Így van, egy mellékvágány, egy vidéki kereskedelmi rádió hírszerkesztője szerint Kazánban rendezték meg. Hát meleg volt, hát most. Hát múlt héten Kazánban rendezték meg, tök mindegy, tehát a véget ért a kazáni vizes VB, és hát már tudjuk, hogy lesz ugye új, tehát mindenki készül rá. Azt is tudjuk, hogy Magyarország ugye 2017-ben vizes VB-t fog rendezni. Minden rendes VB-nek lett, legyen ez foci VB, olimpia, vizes VB, van kabala állata, és gyerekek, a magyar kreativitás, a magyar csoda. Most egy kicsit csukd be a szemet, szólok, ha kinyithatod. Na, jó? Ez a magyar, ami most épül ott a dagály, tehát ez a vizes VB, az a 17-ben. Íme, a kabala figura nyisd ki! Hallod? Nem mondjátok komolyan, hogy ez a kabala figurája. Léci. Várja, ő nem tudja, hogy mi ez, a Balázs nem tudja. Mondd, hogy milyen. Kóbor János, gyerekek. Igen, ez volt az első mondatom nekem is. Egy Kóbor János, egy sárga pólóban Kóbor János, egy brutál, kemény, réber napszemekbe áldogál, nagyon rúzsos, piros szájjal. Nagyon fura, nem? Hát régen volt, igen, régen volt divat ez a póló a hosszújú, és alatt fölötte póló rövidújú. Tehát ezt még tennap bekem kezdtem, tudom, 10 évvel ezelőtt. Baromi nagy divat, de ez a figura, ez így van, egy hosszújú fehér póló, pulóverben van, fehér kesztyűben, egy sárga pólóval. Igen, na most, hogy Kóbor János szerintünk, és valójában mi ő, Feri? Kérlek szépen, ő egy puli kutya. Na most. Ő egy puli kutya, bármilyen hihetetlen. Albino. Albino puli. Ne, fehér van.
Tehát, hogy azzal nincs csak semmi gond. Csak nem így néz ki. Igen, meg viszonylag keveset úszik ott az, tudod, az Alföldön. Igen, hogy ráadásul nem szedte a vizet, van még egy dolog, nem, ami... Nem, egyszer beleesett a gémes klubba, meg a vályóba. És nem az a nagy vízimádó valahogy. Igen, igen. Plusz mondom neked, 2012 debreceni úszó EB, meg fogsz lepődni, egy őshonos magyar kutyafajta, a Puli volt a kabala figurája, 2006 budapesti úszó EB, megint meg fogsz lepődni, mert akkor is Puli volt, és amikor a horvát-magyar labdarúgó EB pályázatot leadtuk, akkor is egy Puli volt. Mi a baj a magyar vizslákkal? Ezt mondjátok meg. De tényleg, vagy a Puli, vagy a Commandóra, vagy mit tudom. Tehát, hogy ez a probléma, hogy egyébként ő bemegy, és kihozza azt a récét, amit elejtett a gazdi. Tehát, na, hogy az azért nem lehet, mert az a baj? Mert erőszakos. Igen, ja, tényleg. Vadászkutya. Uh-huh. Nem jó, erőszakos. És most szeretnélek még egy utolsó, akkor de egy rövidet. Akkor haragja téged segbe, Feri, egy Puli. Ám annál nagyobbat sokkolni. Itt lent fogod nagybetűvel meglátni a nevét. Boldog. Aha. Boldog. Aha. Hogy boldog. Igen. Boldog. Jézusom, nem már! Hát nem, bol kötője dog. Tehát, hogy aha, ő boldog. Igen, ő boldog. Ami ráadásul a dogot értik is külföldön, de a bol... Aha. Ez nekünk egy szójáték. De... Boldog. Mondanám, hogy a Jobbik fajtából, de nem. Jé, ő boldog. Igen, hogy ne. A kutya boldog, ne. És a dog. Hát, hogy... Jézus, hát jó Isten. Tehát, hogy egy boldog. Egy boldog. Egy dog puli. És ez már biztos? Nem tudunk valamit tenni az ügy érdekében? Most bemutatták Kazánban, ugye, hogy Kazánban már be is mutatták, hogy ez lesz az új vizes VB kabalapulia. A boldog. Hát úszunk az ára, gyerekek. Úszunk az ára, nem nagyon tudunk mit csinálni. Egy kabalállatnak az a lényege. Ez viszont nagyon jó szlogen lenne. Úszunk az ára. Tessék, meg is vagyunk. Meg vagyunk. Megvan. Tehát ez már jobb, mint a boldog. Úszunk az ára. Jöjjön önts Magyarországra. Mi itt úszunk az ára. Kutyába se vesznek bennünket. Igen, de hogy... Szóval annak az a lényege, hogy ez szimpatikus legyen, szerethető legyen, mosolyogjon, jó kisugárzású legyen, de úgy néz ki, mint egy ázott Kóbor János, de tényleg. Hát aki szereti az Omegát, az ezt is szereti. Abszolút, tehát hogy elmész egy Omegára, és esik az eső, nagyjából ezt látod szegény Kóbor, de hogy tulajdonképpen... Körülbelül ugyanez. Tényleg így néz ki, mint egy ilyen ázott Kóbor János. Hát, hogy a sajtótájékoztatón volt előtte még egy száraz ég, egy kis száraz ég füst is, akkor aztán meg végképp tudod, mindenki várta a gyöngyhajú lányt. És az a baj, hogy jók vagyunk a vizes sportokban, jók vagyunk az úszásban. Jó, nagyon jók. Érted? Jó. Hát és most akkor, is bebizonyítottuk, hogy baromi jók, igen. Hogy igen, nem tudom, hogy ki lehet állni. Nem volt egy ember, aki azt mondta, hogy gyerekek, picit rajzoljuk át. Meg gondoljuk már ezt a pulisztorit, most már csak találunk még itt valakit, vagy valamit, amire még lehetne egy hagyatkozni, mint kabala figura, nem? Egy kecskebéka, vagy én nem tudom micsoda, egy sikló, vízisikló például. Meg lehet kreálni egy újat, tehát, hogy ettől a puli nem lesz se ismertebb, se jobban szeretett semmi, tehát, hogy az ő kitalálnak egyet, és csinálnak egy tényleg helyes, aranyos dolgot, aminek nincs ez a akkor most így valamiféle ilyen hungarikum vonatkozása, azt szerintem semmi baj nincs, de az állat mégis szerethető. Hát ez ugyanolyan, mint a fradisas, ugye a régi. Szerették, kimálták, hoztak egy újat, hát a kicsit ázott, kicsit ronda, kicsit papagáj, úgy néz ő is ki, hogy a rajongók nem olyan szurkolók, nem olyan tudják elfogadni, hát egyenesen utálják, de hát igen, szörnyű is lehet, tehát mindig, amikor valaki nagyon akar valamit csinálni, akkor utána nem lesz jó. Nem tudom, visszacserélték a fradisast, vagy ugyanaz? Nem. Maradt, tényleg? Igen, elismerései véget. Hát az is elképesztő. Nyugdíjazták, és jött az új. Persze, miközben a régi nem akart lecserélni igazából senki, csak a vezetőség. De mi nem tetszett a régi sasban? Hát gondolom, hogy ilyen minden meg akartak újítani, aha, tudod is. Igen. Aha. Ja, mert a Vénaszkenderen ő nem tudott bejutni, nagy volt a szárnyfelület. Igen, nem akart venni szurkolói kártyát. Miközben írek a hallgatók, azért ez egy jó dolog, hogy örüljünk, hogy nem egy vakkomondor lett. Szóval, hogy na, az is ugye, az. Tehát, hogy mindennél van rosszabb. Igaz. De az legalább egy jó felvetés. Most már nem annyira. De. Már nem annyira, de azért lehetett volna sokkal rosszabb, hogy egy vakkomondor. Ugye, és azért az is erősen áthallásos. Csak mondom, hogy azért ennek a pulinak az arcára vagy pofájára oda van téve egy fekete napszemüveg, tehát éppenséggel lehet, hogy ez egy vak puli. Az a szeme. Így van, bizony. Nem. És a nyelve? Hát a szeme, de olyan, mint egy napszemüveg lenne rajta tényleg. Nagyon jó. Vak puli, és akkor itt tudom én lehet, pali, akkor vak pali. És akkor az indulója is megvan. Vakpali, mindent lát. És Vakpali volt, tényleg? Hogy? Mit? Vakpali volt?
Úgy hívták a dalba, hogy Vakpali. Igen. Tényleg? Vakpali, Vakpali, mindent lát. Komolyan, sose tudtam, hogy mit mondanak. Soha nem. Mit értettél? Vakpali, Vakpali, Vakpali. Vakpali, Vakpali. Ez nem a Radecki Mars, ez így. Soha nem tudtam gyerekkoromban, hogy mindent lát, igen. Szóval hát szép lett. Ez van. Szép lett. Jó, hát sokat agyaltak rajta, biztos. Na viszont Katánban szép eredményeket értünk el. Így van. Így van, a nagy hőség ellenére is. Igen. Azt kérdezi valaki, hogy ha karate VB-t rendezünk, akkor Puli lesz a neve, és akkor, akkor Puli le-e-e, tehát két e Puli. Igen, az lenne még óriás képzavar, a Lee, mint kínai, vagy karate Puli, japán egy picit. Tehát, hogy igen, tehát ott már minden lenne. Ott már minden lenne. Hagy utassuk be a karate VB kabala figuráját, Puli. Jézus, Csongli és Puli, így van. A tényleg nem üt vissza, mondaná abba a Puli. Hát igen. Ez jó. Ez szellemes, igen. Azért inkább ez a kabal állat, mint egy Balázs Puli. Hát, jogos. Így kaptuk ezt is. De a rendezvény azt lehet egyébként a Pali. Ne, igen. És boldog. Hát ez kinkeserves. Ez kinkeserves. Leginkább azért, mert ugye ez VB, azt meg azt hiszem azt jelenti, hogy világbajnokság, tehát hogy több országból érkeznek hozzánk, mint Magyarország, ahol értik ezt a boldogot, még ha el is fogadjuk, hogy ez ugye vicces vagy nem vicces, ezen most ne vitatkozzunk össze, de hogy máshol ezt nem értik a boldog. Hát igen, de azért ne felejtsük el, hogy nyilván ahonnan ez az ötlet jött, ott ez megfogalmazott már sok nagyon-nagyon kreatív ötlet is, nem tudom, emlékeztek-e már, vagy még a szintén a Gyártás Tamás nevéhez köthető NapTV szaknévsor. Tehát, hogy én azt érzem, hogy ott van egy ilyen kis műhely. Tehát, hogy ott azért pezsegnek az agysejtek elég rendesen, ott pezseg a szürke állomány, tehát, szerintem abból az irányból jöhetett valaki. Az ott az minden megvan, minden meg, kabalánk, mindig, basszus, és már 8:30-9 kezdődik a sajtótáj. Rajzolj valamit, jó, becsukom ezt a kóbor videót a YouTube-on, boldog, igen. Írja egy hallgató, nem ért, hát nem értitek, ez egy pool-i. Oh, ja, pool. Tehát, hogy pool. Oké, megfejtettem. Egy pool-i. Tehát egy medencei. Aha. Fú, de hirtelen, hogy nemzetközivé vált. Ez egy medencei kutya. Pool-i. Pool-i. Egy boldog, egy pool-i. Jó, na, így most már. Érted? Tehát, nem biztos, csak azért, mert mi vakok vagyunk, és nem látunk. Vagy nem fedezzük föl azért ebben a geggeket. Ez egy többszörös gegg is egyébként, mint pool-i. Igen. Mint boldog. Aha. Ugye? Aha. Tehát, hogy azért itt több minden. Itt több minden van. Igen. Pool-i. Jobb lett volna, mint a trapista. Nagyon jó. Igen, de jók vannak. Na, azt mondja, hogy köszönjük igen az SMS-eket, meg a szójátékokat. Kérdés, hogy mi a fenét tudna rajzolni az ember, ha ránk bíznák, nem? Vagy mit csinálnánk? De elvonatkoztatsz egy aranyos állatot, ami lehet, hogy nem is létező, vagy bármit, ami Magyarországra jellemző, azért van még egy pár, amit oda lehetne rajzolni. Már jött egy újabb ötlet is, lehet, hogy kóbor kutya. Tényleg, ez egy kóbor kutya, ez a legnagyobb, ez zseniális, tényleg. Járos, vesz egy pillantásra a kóbor kutya. Tényleg. Tehát, itt mondom, hogy itt leszóltunk, de egy többszörös gag csapat dolgozott ezzel, hogy itt mélyebben, felszínesebben, minden, hogy angol százszertörleten, magyarul. Srácok, ez a mi kritikánk, hogy nem tudunk a sorok között olvasni. Ez egy kóbor kutya, tényleg. Ez egy kóbor kutya, a boldog. És jó célra is fölhívja a figyelmet. Puh. Ugye van egy ilyen állatvédő sztori mögötte, hogy te is fogadj örökbe egy nagyon jó. Boldog lesz, érted? Te hülye vagy. Én meg itt jövök a izével, a vízisiklóval, meg a csíkkal, meg ilyenekkel, amik ilyen víz közel. Amikor erről van szó, hogy ez egy kóbor kutya. Nagyon jó. Hogy állunk 2017-ben? Rendezzük mi? Már zajlik az építkezés a Dagályon, azt láttam, hogy most már ott nagy erőkkel csinálják, egy irányos, itt van a forgalom, sőt, mivel le van zárva, nem tudsz elmenni a strand előtt, szóval azt csinálják. Hmm. Hát,
két év alatt egy ilyen komplexumot oda fölrántani, azért az mestermű lesz. Látom a rajzokat, meg a terveket, hát ez csodálatos. Ezért nincs is idejük nagyon nagyon ilyen kabla figurák, meg ilyeneket. De közben van. De közben van, mert azért ez egy többszörösen összetett dolog, amit itt szépen lassan a hallgatókkal együtt vejtünk meg, hogy miről szól. Ha most a kóbor, akkor legközelebb mi lesz, amikor EB-t rendezik, mondjuk a Pataki? Hát, ha valami olyan helyen rendezzük, akkor Pataki. Mert hogy érted? Hát, hogy víz közeli. Na igen, de érződik azért, hogy kettőkor értünk az a gyerek. Anna, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Ott építik nálunk, ugye nem messze lakom. Bizonyám, a Néphüli utcán, igen. Igen, igen, hát fantasztikusan néz ki. Augusztusban, azt hiszem augusztus végén bezár a Dagánstrand, és akkor arccal a vizes VB irányába. Csak egy negyed mondat, hogy amikor lezárult Kazány, vagy Kazánban a záró ünnepség, akkor ugye bejelentették, hogy... A vizes Kazán az nagyon igen, hogy elindult ugye a magyar vizes VB oldala, a 2017-es vizes VB oldal megtekinthető. Rengeteg hírportál megírta, nagyon-nagyon sok hírműsorban benne volt, csak a címet elfelejtették publikálni, hogy mi a címe. Tehát elindult a weboldal, tudod mit kerestem? Hát körülbelül fél órán ment rá, de megtaláltam azt, hogy finawords2017.com, ez sehol nem jött le. Egyetlen egy híradóba se. Elindult a magyar vizes VB oldal 2017-re, rengeteg cikk, de mi a lényeg, gyerekek? Hát hol az oldal cím belinkelve? Az nem volt. Semmi? Semmi. Fél órán ment, megtaláltam. Elindult ezt, ha beütöd, hogy finawords2017.com, akkor láthatod, ez a magyar VB oldala. Aha, de ezt elfelejtették megírni. Tehát lemegy úgy híradó, lemegy úgy cikk az interneten, rengeteg portál megírt, hogy nem írják bele a lényeget. Nem akart, külön kihívás volt, hogy akkor rá tudsz menni, és akkor meg tudod keresni. Na jó, de hát ez nem alapvető dolog lenne? Majd Ákossal beszélgetek erről hírszerkesztésbe, hogy a lényeg az, hogy mi az oldalnak a cím. Igazán érdekel, hogy megkeresed, látom. Most. Hát a fél óra, hát, na de látod, ha megírok valamit, akkor nem az az alapvető, hogy így dől el, itt válik el a... is belinkeled, nem? Hát oda teszed, nem? Érdekel igazán. Hát engem. Azt mondják, hogy december végéig nyitva van a Dagály. Tehát nem zárják. Bocsánat, én augusztus hallottam, hogy akkor bezárják, de akkor ezek szerint... Hát csak lehet, hogy csak neked zárnak augusztusban. Engem már most kizártak. Nem mehetek. Tök jó egyébként, hogy nálunk lesz a VB, fejlődünk, jön megint egy csomó ember, nagyon szuper. Csak amikor egy ilyet látsz... Bevállaltuk, ugye valaki kiesett, vagy visszalépett, és akkor mi azt mondtuk, hogy jó, akkor rendben, akkor megcsináljuk. Ugye így beugrottunk a helyükre. Igazából igen. Nem mi kaptuk, hanem ilyen helyettesítőként ott vagyunk most. Igen, így van. De egyébként nagyon klassz lesz, én láttam hát a terveket. Nagyon nagy dolog, persze. Eszméletlen klassz lesz. Nagyon. Nekem jó lesz utána vége a VB-nek, és akkor így át lehet majd ballagni. És akkor bemész az a műugró, hogy hívják, egy 5 métereset. Föl nyomsz. Nem mernék menni. De jó lesz. Biztos, hogy mondjuk egy picit sajnálom Mexikót, mert oda is biztos kitaláltak volna, hogy álfásik valami jó kabara figurát, például kakt úszt. Igen, úszol ön is, kakt úsz. Igen, a mexikói, és miért lepek vissza? Nem vállalták, hogy anyagilag nem bírták? Vagy mi volt a visszalépés? Nem kaptak egy barátságtalan levelet a Lázától. Támadunk. Kaptak egy felszólító levelet, hogy jó lenne, ha átgondolnák ezt a nevezést, igen. Na jó van. Hallottátok Jensen Buttonék esetét? Erről az elkábításról? Ez valami egészen elképesztő. Ők Szent-Tropez-ben nyaraltak, és az új módszer, ahogy kirabolják a Szent-Tropez-ben nyaraló milliómosokat, az nem más, mint hogy altató gázt löknek a te klímádba, és ezáltal te szépen elalszol, vagy ennek köszönhetően, amíg ők üresre pakolják a kecót. Jensen Button a levegőt, úgy beviszi az altatógázt. Beviszi az altatógázt, és úgy, hát fújja be a hideg levegőt a klíma, hogy milyen rendszerben, hogy ezek ilyen házban képített klímák, vagy csak én utólag beszerelt, nem tudom. A külső akkor is ott van, tudod? Hogy de külső ott van, így van. Hogy az azért egy viszonylag könnyen elérhető helyen van, mert ő friss levegőt kell, hogy beszéljön. Kivel vagy 10 emeletesbe alszott. Az mondjuk ciki. Igen, kívül. Akkor még kívülről befecskendezett, még mire. Azért ez nagyon kemény, hogy ez a rendszer. Nem? És úgy visznek el mindent, úgy törnek be, hogy nyugodt szívvel teszi meg, tehát akár feszítővassal, akár gépfegyverrel mehet a zárra, mert úgyse fogsz felébredni. Tehát én atombiztosra mész. Tudják az adagot, hogy mennyit kell, hogy én mondjuk fél órára bealudja? Mondjuk azért érdekes, hogy 30 négyzetméterbe permetezett, vagy 130-ba, nem ugye? Mindegy. Mert nem mindegy. Mert ha lehet, hogy amit 130-ra, 130-on már hello. Kivégzi a bent alvókat.
Hát csak utána néznek valamilyen szinten, tehát hogy ezért... Jó. Biztos, hogy tudják az arányokat, mert senkinek nem lett baja, és mondta ott a rendőrség egyik szóvivője, hogy ez most nagy divat. Tehát, hogy már nem arról van szó tényleg, hogy mit tudom én, kiütik a riasztót és bemennek, vagy hát kiütik, de előtte a bent lévőket is most már nem letérdeltetik a szoba közepére, hanem elaltatják altatógázzal. Nagyon kemény. És amíg Button meg a kis felesége, meg a baráti társasága szunyókált, mit sem sértve a dologról, bementek gyűrű, telefon, fülbevaló, amit lehetett, mindent, laptopok, telefonok, fényképezőgépek, mindent összeszedtek. Hát és mi van, hogyha még ráadásul nem is szereti, érted, a Buttont is megpulykázta, hogy ezt Alonzóért. Igen, vagy csak csinált egy selfit Buttonnal azért. Tudod, hogy azért a cipen alszol, és közben ott megérkeznek. Hát és tényleg kell hozzá egy bizonyos szintű szakértelem is, tehát nagyon könnyen lehet, hogy itt ilyen robotmúltú vagy rossz útra tért anesteziológusok azok, akik itt a háttérben állnak, mert hát tudniuk kell tényleg, hogy mennyi az adag, vagy mennyi az anyák. Ez egy külön tudomány. De milyen kifinomultak már, nem? Nem nyilatkozott a Button utána, hogy mégis milyen? Nem emlékezett semmire. Nem nagyon tudom. Nagyon jól taludtunk. Igen, valószínűleg ezt mondta, nem tudom, hogy nyilatkozott-e vagy a menedzsere, de hogy valószínűleg tényleg aludtak egy jót. Mondjuk ismerve itt a panel lakások rendszerét, szellőztetését, hát itt a 10-en benyomsz egyet, és komplet ilyen Kiszeli utcában, meg nem tudom, hogy komplet tömböket lehetne elaltatni. Hát, nem? A 10-en az első tömbbe benyomok valamit, és az utolsó tömbbe 400 lakás szépen mindenki. Hát. Elcsendesül, és a komplet tömbön végignéz. Tehát ott... ha megvan a WC hátfala a szigetelés, ahol egy ilyen funérlap van fölcsava. Az semmi. Nálunk egy vaslemez volt. Vagy egyébként egy ilyen 30-40 kilós vaslemez, amit később lecseréltem egy ilyen fa alkalmatosságra, egy ilyen lapot, nem is tudom, ilyen valami OSB lapot valamit csináltattunk rá, mert egyszerűen nem lehetett leemelni. Tehát egyszer leemelted, utána ketten kellettünk, hogy visszategyünk. De ott tényleg az van, bemész földszinti lakásba, érted? Retyó, lemez le, gáz be, az egész lépcsőház alszik már. Tehát, hogy ott bármi történik alul, azt tudják felül. Hát, ha csak a szomszédod rosszalkodik, vagy hangoskodik, bármi, vagy bármit csinál, akkor bedobod. Hát, vagy ráfújod a falra, mert azon is átmegy. Azt te mesélted, hogy a cső a fűtéscsőnél mentek át a ilyen szagok, meg mit tudom én. Persze, hát én mindig tudtam, nálunk lent is gyerekesek laktak, két gyerekkel, ha odaígérték a rizst, akkor már tudtam. Tehát, hogy minden reggel bementem a ízébe, és akkor így mondtam, ma paprikás krumplit csináltak, ma lebencslőes, ma odaígették a rizst, ha ma nem... Megmondtad szagra, hogy átfúrták a lakások közötti falat, hogy ott átvezessék a fűtéscsövet, azt a szigetelés elmaradt, szaktársak. Így át tudtad dugni a kis ujjadat. Az kemény. Hát, hogyha nem toltuk oda, vagy nem toltuk volna oda például a szobában a szekrényeket a falhoz, akkor nekem fújta volna nem létező hajamat a szél. Azért úgy rendeztük be a szobát, hogy nekünk egy ilyen hátsó falas lakásunk volt, az gyakorlatilag a hátsó tűzfala volt a háznak. És azt vettem észre, hogy így fekszem így az ágyban, és valami így izébirizgál, hogy anya, hagyjál már, ne fújkáld már a hajamat, hallod, ne csináld már, ne. Kinyitottam a szemet, sehol senki, átfújta, ahol összértek a panelok, ott gyakorlatilag persze ki volt festve, meg mit tudom én, nem látszott rajta a repedés, de átjött rajta a szél, és oda kellett tolnunk a szekrényt, hogy megfogja. És akkor már nem jött be? Hát figyelj, egy olyan természetes szellőzése volt, hogy ott aztán nem párásodott soha az ablak, mert mindig cuggu volt a szobában. Hogy gyerekek, 130 millió forint értékben elvinni valamit, azért mi volt rajtuk? Hát figyelj, tehát van egy 10 milliós, nem tudom, a Patek Philipp a kezeden van, a csajnak is, nem tudom, egy Rolex, a Daytona 6 aranyból. Millió. De azért ott mondjuk feküdtek négyen, hát azért 100, elviszel egy kis, benyúlsz a zsebébe, elviszel egy kis pénzt, fölkapsz két Mac-et, meg nem tudom, 3 iPhone, meg 4, nem tudom mit. Azért hogy a fenét? Hát hogy... Elvitték a kocsit, meg magukra iratták a kecót? Hogy lett ebben 130 millió? Eladtak valami vidéki ingatlant, és akkor Jensen azt mondta, hogy akkor most izé vagy, ezt egy csukd be a szemet, és beterítette ízékkel, eurókkal. Jó, leveszed a gyűrűt, ékszert, azért az abból így pikpak megvan, de hát azért ott kellett, hogy legyen. Nyilván, akik azért náluk érték, aludtak, nem? Azok is hasonló kvalitású, tehát pénzügyileg ugyanaz a kaszt, úgyhogy akkor ez már 3 Patek Philipp. Igen. Akkor az 30. No, hamar összejön, úgy azért hamar. Nem volt egy brillintin piercingje is, Jensen Button feleségének, barátnőjének is azt kiakasztották, igen. Igen, illetve Button órában is volt, meg a nyelvében. Amikor 4-5 vertú telefon van ott, mint darabja egy másfél millióért, akkor azért úgy hamar meg vagy.
Ez a betörés ez szörnyű lehet egyébként nálunk, én nem volt hál' Isten lekopogom, de amikor úgy mész haza, hogy tényleg ki van rámolva a kecód, azért az nagyon. Vagy úgy ébredsz, mint vagy ők, úgy ébredsz. Mert azért az is egy módszer, nagyon sok ilyen betörés történt, hogy éjszaka mennek, amikor te alszol, és még nincs is altató gáz. Igen. Ugye erről beszéltünk is, hogy milyen érzés lehet, mert az még szörnyűbb, hogy reggel fölkezd, és azt mondja, fia, anya, hova tettük a nem tudom mit, az aranyakat? Vagy fönt alszol, és lent elviszik vagy a kocsit, azt. Ahogy ugye sokszor csinálják, hogy most már úgy mennek be, hogy bemennek, és a kocsival együtt kiállnak. Ami azért elég szemtelen, hogy alszol finoman, szunyókálsz, és hajnalra már se kocsi semmi. Na nyitják a garázskapuk, kiállnak és elmennek. Megébredsz, és alul is felül is két-két fogad ki van húzva, és nagyon kapar a torkod. Azért értem. Jó, hát az már egy túl gondolt dolog, igen. Na megnézzük, hallgatóink között volt-e olyan valaki, aki arra ment haza tényleg, hogy éppen ott vannak a behatolók, vagy arra ment haza, hogy üresre van pakolva a lakás, vagy már a lépcsőházban érezte, hogy valami nem stimmel, látta, hogy itt van az ajtó, bement, és pont rajta kapta őket. Mama, százszor megmondom, ne csináljon már rendet a konyhában, és brutál kupi, tudod, mert hogy akkor még nem sejtetted, hogy mi történt, jó? Írjatok nekünk SMS-t, milyen az, amikor tényleg az ember rajta kapja őket, bemennek a házba, ott vannak, mit visznek el, mit csinálnak, vagy tényleg csak az, hogy hát kupira mentetek haza, mert állítólag akihez betörnek azt mondja, hogy ha nem is tűnik el semmi, akkor is szörnyű, hogy idegenek jöttek, mentek, ott voltak, személyes utcait között járkáltak, hogy ez így baromi nehéz utána ott újra kezdeni. Volt egy ismerősöm, akinek kirabolták a lakását, és ő azt mondta, hogy például az összes fehér neműjét kidobta, és újat vett, egy lány, ja, igen, mert hogy összefogdosták, és aztán ki tudja, mit csinált vele, és annyira ne gondoljuk túl ilyen korra reggel, de hogy lehet, hogy igen, ugye? Igen. Na, írjátok meg nekünk, jó, hogy ki mivel szembesült, amikor bement, ki hogyan kapta rajta, vagy kihez, hogy próbáltak betörni, milyen eszközzel. Jó, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos híreit, nem? 3:48 pontosan. Jó reggelt kívánom mindenkinek, hát ez jó kis. Hát ez rendben volt. Ez jó kis dal volt, így van, Robi is amott tegnap Queen dalokat egyébként. Nem rosszul. Nem rosszul. Többet, mint kéne, de... Igen. Hát igen. Ez egy ilyen tisztelgés volt, gondolom. Szerette Fredit. Tudod, mire? Lehető tisztelgés is volt. Nem, ő nagyon kedvelt, többször lenyilatkozta. Hogy... Igen, de arra való fricska egy kicsit, hogy én bármit megengedhetek magamnak a világon. Szinte, szóval nagyon kevesen vannak, akik merik vállalni azt, hogy igen. Fredit énekelnek, azt mondja, én ezt megcsinálom, gyerekek. Biztos benne van a tisztelet, és ez nyilvánvaló. Igen, nagyon kedveli, vagy kedvelte Fredit. Na, arról beszélgetünk, hogy hogy próbáltak már kirabolni, ilyen vidám témánk van ma reggel, mert hogy ugye Jensen Button-ékat, hát nem, hogy megpróbálták kirabolni, ki is rabolták, Saint-Tropez-ban voltak, és 130 millió forint értékben vitek el tőlük cuccokat. Azért nagy fogás volt a Button család. Barátokkal együtt béreltek ki egyébként egy házat, és altató gázt engedtek a klímába. Nem tudom, hogy egyébként. Ez érdekes dolog, mert hát ugye ezek, amiket utólag szerez be magadnak, nem tudom, hát az nem szív levegőt, nem? Ez több hallgató is megírta, hogy a splitki, úgynevezett splitki klímában nem tudsz beszélni. Nem, hát ez az zárt rendszer. Én értem. Na mindegy, lehet, hogy ez maga a csak ház haver volt. Lehetett, mert mobil klímájuk. gyerekek, hoztam ezt a mobil klímát, hova tudom berakni? Rakd be a konyhába, berakta a gáz, beengedte, és úgy csinált, mint aludna, és aztán beengedte a többi havert, igen. És arra kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk, hogy hát ki, hogy esett már azon túl esetleg, hogy kirabolták, vagy kit, hogy próbáltak kirabolni. Milyen az, amikor tényleg mész haza, és azzal szembesülsz, hogy atya úristen, hát üres a kecó, és mindent kipakoltak. Itt van velünk Márti. Hello Márti, jó reggelt! Hello, jó reggelt! Na, nektek kirabolták a házatokat? Hát igen, nekünk két évvel ezelőtt, egyik reggel arra ébredtünk, hogy az összes ilyen értékünket, tehát a ékszereinket összeszedték a lakásból, és eltűntek vele. És úgy, hogy otthon aludtatok közben? Így van, tehát a férjem volt itthon, és a kisebbik fiunk, és tehát reggel tárva nyitott ajtókra ébredtünk, meg arra, hogy az egész lakás fel van úgymond túrva, minden ajtó, minden szekrényajtó kinyitogatva, és keresték az értékeket, ami végül is a hálószobában volt, ahol mi a férjemmel aludtunk,
és a fejem mellett lévő éjjeli szekrényről is vittek el dolgot, meg azt a fiókot is kinyitották, és abba is turkáltak. De úgyhogy nem ébredtetek föl? Ennyire halkak voltak? Vagy hát, mi történt? Szerintünk, mivel ennek olyan előzménye volt, hogy a szomszédék felől egy kis ablakon jöttek be, és ott egy nagy Rottweiler kutya volt, és a szerintünk, tehát nem szerintünk, az állatorvos szerint lefújták valami gázzal, mert a kutya egy két nap múlva meghalt. És tehát hozzánk a kis ablakon jöttek be, és egy olyan mély alvás produkáló gázzal fújhattak be minket, ami által az egész lakásba. Azt mondták, hogy ilyen 10 perces mélyalvást tud ez a gáz csinálni. Hát, hogy most ez tényleg így volt-e, vagy egy besurranó, és annyira halkan tudta ezt csinálni, hát azt nem... Ez sose derül ki, persze. Az sose derül ki, csak az derült ki, hogy mindent elvittek. Tehát amilyen apró, tehát a úgymond idézőjelben apró, amit zsebbe betehető, és akkor utána kimehető. Amúgy a bejárati ajtón mentek ki, kis ablakon bejöttek. Milyen jól neveltek. Így van, így van. És lábat töröltek. Igen. Hú, ez kemény. Márti, köszi, hogy elmondtad. Igen, köszönöm. Köszi, ciao. Filmetes. Belegondolni, hogy ott turkálnak a fejed mellett a fiókba, miközben te alszol. Főbérlőm arra ment haza, hogy nem tud beállni, mint kiderült. Azt mondja, hogy valamit a kapujuk elé tettek, hogy lassabban tudjon bemenni. És ilyen mini tujákat a kapu elé tettek, hogy lassabban tudjon bemenni, így a tolvajoknak van idejük a szomszéd kerítésen keresztül meglépni. De okos, látod, hogy megáll a kocsi, kiszáll, tujázik. Mindent felforgattak, még a WC papírt is letekerték. Csekkek voltak pénzzel kikészítve, csekk maradt, pénz eltűnt. Mint utóbb kiderült, kifigyelték, hogy én mikor nem vagyok az albérletben, a főbérlőm pedig mikor megy boltba, és haza követték kocsival. Ijesztő, írja egy hallgató. A feleségem még porszívózott, mögötte bementek, elvittek 16 ezer forintot, egy parfümjöt, ami elődül volt. A rendőrök azt mondták, mikor mutattuk, hogy hol lehet az új lenyomat, ez nem az NCIS. Az írja, hogy új lenyomatot hát, kéne venni, és ez nem az NCIS, ez nem fogunk új lenyomatot venni. Igen. Pár éve a nyáron a gárdonyi nyaralónkba törtek be éjjel, amíg aludtunk. Az ágy az ablak alatt volt, és rajtunk keresztül mászott be a betörő. Párom nem ébredt fel rá, de én is csak arra, hogy valaki áll az ágy mellett, és néz a sötétben. Úristen, mi horror sztorik. Nagyon féltem, ezt küldtenek. Nem, csak rosszat álmodok, megpróbálok visszaaludni. Igen, szomszédom a panelben a WC-n ült, mikor jött ki, már két srác fogta a tévét. Azért jössz ki a budiról, és ott ketten fogják a tévét, azért az kemény. Irányított, nem viszik. Akkor már nem, akkor ott már. Anyám annó tartotta a liftet a kedves úriembernek, aki elköltözött a házból, és mint utólag kiderült, épp a tévéjét vitte. Később megtudtuk, hogy kirabolta a felső szomszédot is. A férjem kelt fel arra, hogy betörő srác a tévé előtt áll, és próbálta kihúzni a konnektorból a kapuhoz oda készítve a többi cucc, amit a garázsban talált, azt hitte álmodik. Először fel sem fogta a férjem, mit lát fel kell, de nem tudta elkapni, mert kiugrott a kapun. Szidi küldte nekünk Ceglédről. Itt van még egy hallgatónk, haló, jó reggelt! Haló, sziasztok! Hello! Na, hozzád is betörtek? Nem, engem, egy kamion azok, és engem kétszer raboltak ki ezzel a gázos, lefújásos dologgal. De te alszol a kamionban, a kis hálófülkedben, és oda is befújnak gázt? Igen, ez egy ilyen bevett szakás, főleg ezen a helyen, ahol batonék is voltak. Ez a Francia Riviera, meg Spanyolország környéke. És a kamionban hogy tudja be? Hol tudja befújni? Hát akár az ajtónyíláson, vagy hát igazán nem én fújtam be magamnak, úgyhogy nem tudom, hogy hol fújtam. Jó, ezt értem. Egyszerűen gondoltuk, hogy nem egy önrablást követtél el, csak hogy mégis tényleg hol fújják be? Hát millió egy helyen egy kis, mint a Lidokainál is kis csövet bedugják, és akkor... És mit vittek el? Az első alkalommal mindenemet elvitték, és reggel, amikor felébredtem, arra ébredtem fel, hogy nyitva van mind a két ajtó, mert ilyenkor elkezdenek szellőztetni, hogy tényleg, hogy ne halljon meg az ember, és arra ébredtem, hogy világít a lámpa, meg a két ajtó teljesen tárva nyitva van, és mindenemet elvitték. Jobban mondva, egy valamit nem vittek el, pénztárcámból a magyar forintot.
Aha. Na, a jó kis magyar forint. Tudták volna, hogy milyen jó kis magyar forintot hagynak ott. És a rakomány nem bántják ilyenkor? Mert én arra is gondolnék, hogy viszel mondjuk. Ez egy ilyen egyszemélyes történet. A második alkalommal felébredtem rá, hogy bennült egy méger az autóba, és ott nézegeti az újságomat, és... Fekete inkább. Jó, oké. Sötétkék. És ott ül és nézegeti az újságomat, és nem zavartatja magát. És én hogy fölkelek és nézek rá, hogy most jól látok, hogy tényleg itt ül valaki, vagy most mi történik. És akkor rákiabáltam, hogy te mit csinálsz itt, ő akkor annyit mondta, hogy sorry, kiugrott, és egy pillanatokkal is tűnt, nem is találtam, hogy hol. Basszony, ilyen Európa leghosszabb folyója 5 betű szerintem mi lehet, és fejtette a keresztrejtjén. Köszi, hogy elmondtad. Ciao, hello. Jó pár évvel ezelőtt egy besurranó tolvajtörbe, éjjel volt, már aludtunk, a férjem meg még akkor a barátom arra ébredt, hogy fázik a lába. Kinyitotta a szemét, és egy fejet vett észre az ajtóba. Rögtön felugrott, és a rohadt anyád felkiáltással kergetnék ezt a fickót. Már a lépcsőházban volt, amikor rádöbbent, hogy teljesen mesztelen. Jó kis esti szeretkezés után voltunk. Így az utcára már nem ment a betörő után. Azért ez kemény, nem? Arról a járat fel kell kapni. Ja. Kecsek! Azért ez kemény. Nagyon, és ez ellen nem szeretkezés közben voltak utána. Ja, utána voltak, csak azért volt mesztelen, igen. És nem is nagyon tudsz mit csinálni. Tehát szaladható gáz ellen tényleg mi a fenét lehet csinálni. Félállomban arra ébredtünk, hogy egy elemlámpás betörüljön be a hálószobába. Atyaisten. A nevilág is van pofámban. Én elkaptam és nagyon megvertem. Ezt Zoli küldte nekünk. Nálam a betörőnek, nálam betörték, a pincében találta meg a sör, és a házi pálinka rabul ejtette. Jöttek a rendőrök, de azt hajtogatta, hogy nem ad a sörből senkinek. Mondjuk ez arra egy sztori. Jó. Na jó van, oké, hát igen, azért ez nem egy kellemes élethelyzet. Játszunk Óven bácsival és Berulénivel már is, itt van a játékosunk. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni, a párafarm csalogányai. Azért az is kemény, apám ketté törte a hokiütőmet a rablón. Komplett emeleteket ugrott le utána, hogy... Hát ott már menekülsz, hogy ilyen apával találkozol. Hogy a hajtóerőt. Igen. Halló, jó reggel! Hello, jó reggel, szavaztok! Hello, Laci! Laci, mi a helyzet, honnan hívtál minket? Hát, betegeskedek, eltörött a lábam, úgyhogy kicsit kellemetlen ilyen hőségbe itt hó feküdni. De hol vagy helyen? Sümeg. Sümegen hallgatsz bennünket. Mit csináltál lábad, hogy eltört? Motoroztam. Akkor megúsztad olcsón, azt szokták mondani, hogy az... Még istenes, ha csak ennyi van benne. Igen. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Valahova mennek. Valamint egy szalagcser az írógében. Igen. Na, egy rövid részlet, ez egy sorozat. Egy sorozat lesz, azt kell kitalálnod, jó? Jó, rendben. Figyelj, rövid lesz. Meg gyerekeket. Ez a Dallas volt, nem? Aját, ez... Nem, hát ez nem a Dallas. Ez nem a Dallas, viszont ez egy egyértelmű rákérdezésnek számít, tehát ez így ebben a formában nem tudjuk elfogadni, de ez nem a Dallas. Ez nem a Dallas. Megmutatjuk, hogy mi lett volna. Hallgass meg, figyelj! Nagy-nagy klasszikus. Te Niels Holgersson. Laci, nincs meg? Mutatjuk a Klinika című filmsorozat. Sokszor volt már játékfeladvány pedig. Csak a majmot, azt kitaláltam volna lesz. Igen, az ment volna. Lacikám, ez nem ment. Hát ha valaki ennyire egyértelműen rákérdez, akkor azzal nem tudunk mit csinálni, az megfejtésnek számít. Köszi a játékot! Köszi, hello! Köszi, ciao, hello! Jó kis klinikák. Jaj, de jó volt. Schwarzwald klinik. 4 perc, pontosan 8 óra, M7-esen baleset a 45-ös kilométernél Balaton felé alakul, a dugó SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen, vigyázom mindenki, mi pedig jövünk, Ákos, ide jutám. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra múlt, 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és megbeszéltük, hogy? Jövő héten pénteken magyar retrónak.
Hát, de akkor egyedül fogod hallgatni, igen, mert az biztos, de mi nem leszünk. Otthonról bekapcsoljuk. De nagyon jó szórakozás neked. Így a van. Pénteki retronokhoz. Akkor szemben, hajrá. De mert augusztus 20 csütörtök. Bizony. Bizony. A kenyér ünnepe. Hát az új kenyéré. Igen. Nem mindegy, nem azért mondom, hogy érted, végülis benne van. A régi szeretem. A régi, a kenyér. Kell mindig frisset tenni. Háromnapos kenyér és kenyér. Főleg a régi jó kis kovászolt kenyerek. Hát hétig jó volt. A pirítós például csak a szikatból jó. Így van. Szóval, hogy jövő szerdán, gyerekek. Jövő szerdán. Retrona. De... csak magyar. Mivel hétvégén ugye a Beach House-on, már önmagában ez is retro, hogy Beach House magyar retro előadókkal voltam, így magyar retro nap. Nincs C-block, nincs nem tudom, Hedvé, meg nem, It's My Life, DJ Bobo, csak magyarok. Aha. Csak magyarok, egy nyárbúcsúztató retro party. Pedig azért én nehezen tudom elközelni, hogy meg, bocsánat, hogy érted, hogy ahol magyar fiú bandák vannak, ott nincs a hátsó traktusban egy C-block. C-block mindig van. Az egész életem egy C-block. C-block. Az egész élet egy C-block. Műfaj független lesz, vagy meghatározott? Teljesen. Tehát jöhet bele bármi. Hát mivel ezeknek meg nem is tudod meghatározni a műfajokat. Hát most mondani nekem, mi a Happy Gang műfaja. Na most, hogy értem. Ugye? 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 Persze. Nem ilyen műfaj független, hogy jövő héten szerdán nyárbúcsúztató retro reggel. Nagyon jó. Retro Past, DJ Otival és barátaival. Nagyon jó. DJ Oti és barátai. DJ Oti és barátai. Gyere te is, érezd jól magad, jövő hét szerdán. Van ilyen kint is egyébként, vagy ez egy magyar találmány, a And Friends? Tehát, hogy ez itt ki, mert szerintem ez magyar találmány. Szerintem van. Ezt magyar koncertszervezők, programszervezők találták ki azért, mert még nem volt leegyeztetve a program, és hogy tőle ez, és meglepetés vendég, és barátai. És Brooklyn Bounce és barátai. Brooklyn Bounce és barátai. Jó, ezt jövő szerdára időzítettük. Jó, legyen így. Remek muzsikák lesznek. Már készülsz? Hát ebből van fejben. Ezen. Fejben ott van. Csak magyarokkal akkor abban maradtunk, ugye? Igen, nem, igen. Nem teszünk be semmit. Nem. Vannak már remasterizált Happy Gang felvételei? Ez az összes. Na jó, már gondolom. Az összes, lopják a Jackie, mert lopják a Jackie. Ez mi? Ez nem lesz. Lopják a Jackie, mert Happy Gang. Nincs meg? Hát ez saj, ne haragudjatok, tudom, hogy ez lopják annyi. Lopják a Jackie, mert. Ne bán. Akarod, lehet? Még egy ilyen jó, most mindegy, nem akarok szinomiát keresni, vagy valami hasonlót, tehát zenekar. Nincsen olyan, mint a Happy Gang, hogy ilyen számokkal karriert lehetett csinálni, ez valami. Figyelj, azt írja valaki, hogy nemben is igaz, hogy magyar retro napban már Hedvé bőven belefér. Ja, hát gyerekes. Már tiszteletbeli. Tiszteletbeli. Hát igen. Állampolgárat. M7-es Budapest, Balaton felé baleset a Velencei Molkútnál, 3 kilométeres, és hát araszolás van. Úgyhogy próbáljátok kerülni. M7-esen, tehát Balaton felé a Velencei Molkútnál valamiért dugó van. Aztán az Urániánál a keleti felé szintén baleset van, busz és pótkocsi személyautó ütközött, már nagy a dugó, ez Mart Imi küldte nekünk, köszönjük szépen. A balatoni dugó az egészen pontosan a 45-ös kilométernél van, ha valaki esetleg szerette volna tudni, akkor ezt is jó, ha tudjátok. Előtte még lehet, hogy picit le lehet menni, és akkor meg lehet lógni. M5 Ócsa Budapest felé kamion hanyat fekszik az árokban, még torlódás nincs, Imi 77 küldte nekünk, valamint a nagy tétényi felüljáró után a belső sávban utolértek egy rendőrautót, sávzárás mögött alakul a sor. Ez a 6-os úton van Pest felé. Gianni, köszönjük! Mennyi idő után lehet kérni, vagy igényelni a magyar állampolgárságot? Ezt most csak Hedvé miatt kérdezem, mert én már tényleg alig várom, hogy megkapja a személyigazolványát, ami Hedvé Sándor névre szól. Mert hogy Alexander... Kell családi kapcsolat, tehát ha mondjuk a sarkakat, tehát egy kicsit feleségül venni, akkor automatikusan megkapja. Azt gondolod, hogy még nem vett egy kicsit feleségül? Kicsit, egy rövid idő, egy hetes. Egy hetes nász, érted? És akkor már meg vagy, akkor Hedvé Sándor vagy. Hedvé Sándor. Hedvé Sándor, így van. Hedvé Sándor, 1965, január 9. Trinidad, Tobago, Port of Spain. Hogy tetszett mondani? Ott született, Trinidad Tobagóban született. Ott hagyta azt a gyönyörű helyet. És akkor beleszül, hogy állampolgárság a magyar. Így van, egy kalózfilm forgatás, mert Port of Spain. Tehát, nem? Tehát olyan, mint egy ilyen nem létező hely. De egyébként létezik. Ha munkahelyed van Magyarországon, akkor is lehet kérni egy idő után, nem? Hány évet kell dolgozni? Én ezeket nem fogom. Hány évig kell mosogatni a hajdú?
A hajdú kecóban. Fogalmam nincs, hogy Edvé miután szeretne magyar állampolgár lenni, ezt hány év után kapod meg, nem, tényleg nem tudom, hogy ez hogy zajlik. Figyelj, hajdújék az egyetlenek, akiknek egy világszára babysitterük. Nem? Ráadásul egy, hogy hívják, egy férfi. Port of Spain-ből. Trinidad Tobago. Igen. Na, a vannak még csodák kategóriába tartozik a következő hír, de hát lovagias buszvezetőkről, vagy ennyire lovagias buszvezetőkről tényleg ritkán hall az ember. És azt hiszem, hogy mindig öröm ilyenről beszámolni, mert hogy tényleg hát sokszor bántjuk őket is, a kalauzókat is, ellenőröket is, hogy becsukják az ember óra előtt az ajtót, meg bántják az utasokat, meg nem tudom. Viszont most van egy nagyon helyes történet, és érdemes róla beszélni, hogy mennyire hősies buszvezetők is vannak, és hogy tényleg valaki a szakmájának él, és hogy ennyire segítőkész legyen azért az ritka. Ötödik napja túlórázott egy lány, amikor is egy júliusi estén felszállt a vidéki buszpályaudvaron az utolsó Bakony-Szentlászlói járatra, és kimerült volt, véletlenül elaludt, és nem szállt le a szokott helyen, abban a megállóban, ahol ő mindig leszokott. A busz tovább robogott, Fanninak hívják egyébként a kislányt, az édesanyja pedig hiába várta a megállóban. A lányt a végállomáson felébresztették, hogy hát kelljen fel, mert ugye mégis csak le kéne szállni a buszról, de eddigre kiderült, hogy 10 kilométerre van az otthonától. Tehát, hogy ott szokásos. Hát te nagy elalvós vagy buszon, azt tudod, persze, hogy hát arra ébredsz, hogy hátraesik a fejed, és keltegetnek, hogy depójárat, depójárat, igen. Ébredtem, jó lenne leszállni, jó lenne leszállni. Ébredtem én már kocsi színben. Igen. Hazaszólni nem tudott, mert szervizben volt a telefonja, és ekkor lépett színre a lovagias buszsofőr. Ernő. Ernő a hős. Megérkezett Ernő. És hogy mik vannak, ő felajánlotta, hogy hazaviszi a leányzót, aki a busz végállomásától, mint egy 10 kilométerre rakott. Persze nyilván nem busszal, mert abba baj lett volna, hanem a saját kocsijával. Ernő a buszsofőr azt mondta, hogy eddig is nem tovább, egy ártatlan lány nem áldogálhat itt a világ végén, 10 kilométerre kicsi otthonától. Honnan tudod, hogy ártatlan? Rákérdezett? Nem a korából. Ah, tényleg? Azt hittem az osam. Korát, ők már kivonultak. Ha pláne. Na, így bokott meg a történet. Éve vagy két éve kivonultak. És hazavitte a leányzót méghozzá a saját autójával. Ez nagyon szép. Ez nagyon hát szép. Milyen szép történet ez, tényleg. Ő vezette vajon a buszt? Vagy csak arra járt? Vagy ő egy másik buszt vezette? Már mert egy buszt csak arra járt. Hát Ernő. Mi meglátta a kollégájának, igen, a buszán, hogy valaki ott helyett. Ne, hely, ő meg vezette a buszt. Ja, hát volt a saját busza. Persze, ez a saját busza volt. Ernő ült a buszon Fannival, Fanni a kétségbe esett, hogy hát mi történik vele, mert hogy lemerült a telefonja, és ő elaludt, és neki nem itt kellett volna leszállni, és 10 kilométerre van az otthonától, ráadásul az anyukája is várja, és ekkor Ernő a buszvezető színre lépett, és azt mondta, hogy pattanj be a kis autómba, hazaviszlek. Mert milyen pozitív történet, igen, egyébként tényleg, nem? Milyen helyes sztori, hogy nem várt, helyről jön a segítség. A kis kabátját, a kis tányérsapkát, az aktatáskát benne a fél almával, meg a zsíros kenyérrel. És az a fel, még beugrok egy sörre, és egyszer csak hátranézett, és észrevette, hogy ott van valaki, ott ül. Oda ment, megbögdöste. Végállomás lesz. Nyilván így elrontani ezt a szép történetet, hát mint egy mese ez az egész, olyan tényleg, hát egy gyönyörű, hogy a kis Csipke Rózsika elalszik, jön a buszvezető, felébreszti, csókkal ébred, megszúrja az ujját, Rokkó, vagy Rokokó, vagy Rokka, vagy valami, nem mindegy, és nem mindegy, hogy mit, amit Rokkó forgat, és a buszvezető hazaviszi. De ezek olyan romantikus, helyes történetek. Egyre kevesebb van ilyen a világban, nem? Nem hotelszoba, ezt tessék. Na, mert inkább ez a gyerség, leszállni, leszállítod, kirakod, nincs jegye, megbünteted, ember embernek farkasa, jön a közterületes, rossz helyen állsz, mábilincs van rajtad. És ilyen zord világban egy ilyen szép kis történet. Hát ez virágba öltöztet. Egy pretty woman. Egy pretty woman, tényleg, egy modern Richard Gere. Szinte látom magam előtt őket, hogy elmennek, már a vége főcím, már megy, és táblisztők, látom, hogy így megy el a naplementébe. A busz is, látod Suzuki a feliratát, hogy Bakony volá. De nem busszal vitte. De ő a fő szponzor. Fő támogató, érted, ott kell legyen.
És jön Ernő egy kivont karddal, hogy Fanni király kisasszony, igen, megérkezik a kis buszával, igen. A Balázsóban ilyenkor indult a fal, és jött Ernő a buszos coming out-ja, hogy nem lesz esküvő, mert ő már a csajt szereti. De igen, kell ezt ennyire elrontani. Na, viszont itt van velünk Fanni, akivel ez az eset történt. Hello Fanni, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok, jó reggel. Szia, hello. Hát figyelj, ez egy olyan helyes történet, hogy szerintem jó dolgokat is meg kell említeni, vagy néha kell ezekről is egy kicsit beszélni, hogy milyen pozitív, hogy az embert hazaviszi a járat sofőre. Hát mindenképpen, úgy gondolom. Igen, igen. Te elaludtál, ugye le kellett volna szállnod valahol, csak nem tudtál, mert elaludtál. Igen, felszálltam a buszra este munka után, és hát igazából ahol le kellett volna szállnom, ott nem szálltam. És hát én mindegy 10 kilométerrel arrébb egy hölgy kell, tehát hogy hát én mégis ott szeretnék leszállni, mert ugye nem voltam neki ismerős. Aztán amikor így rászméltem, hogy hát hol is vagyok, akkor hát eléggé pánikba estem, hogy mondom, úristen, most mi lesz. Úgyhogy, és akkor igazából egyből, tehát semmi, de nem kellett kérnem magától felajánlata, hogy megírja a papírokat a buszhoz, és akkor már is belül a kocsába, és visz haza. De helyes. Első a szolgálat, második a segítség. Hm. És a néni ment oda hozzád, és mondta, hogy maga meg kicsoda. Ja, vidéki, de figyeljük. Mellettem ült a másikon, és akkor kérdezte, hogy hát én mégis hol szerettem volna leszállni. Mert hogy már két kört mentete. Igen, én meg akarok hazamenni az Ernőt. Én is arra blazírozok, hát amilyen a Ernő. És felajánlotta is hazudni, tehát se telefon, semmi, és 10 kilométerre arrébb voltál, ugye? Igen, körül. Hát ez nekem egy 4-5 óra gyalog lesz, biztos lett volna, tehát a vaksötétbe. Nem lett volna kellemes. Tehát nekem egyből ez jutott eszembe, hogy úristen, most mi van. Telefonom ugye szervizben volt, fejből nem tudtam számot, úgyhogy totálisan pánikba estem, hogy most mi lesz. Hm. De akkor Ernő színre lépett. Így van. És hazavitt téged. Előszágoldott a Skodával, vagy? Húha, hát ez egy jó kérdés, hogy milyen kocsi volt. Ja, igen. Annyira pánikba voltam, hogy nem volt időm megnézni. De tök jó fej egyébként, hogy ilyen spontán módon ez így neki így rögtön jött. Igen. Egyébként útba esett neki? Tehát nem arról volt szó, hogy mit tudom, hogy ő is egyébként. Igen, tehát a szomszéd településen. Nem, ez neki egy 7 kilométeres kitérő volt. Most azért jönnek az SMS-ek, csak hogy hallgatunk, mennyire tényleg romlottak, kiégettek, cinikusak. Szégyeljétek magatokat. Semmiféle romantika nem maradt már bennük. És egy ilyen, tényleg, hát sóval van beszántva az ő lelkük. Tehát Gazi azt írja, hova vitte, a Fanni lakik, vagy ahol Ernő? A Fanni fiú lett volna, tuti nem viszik haza. A sofőr hazaviszi a munkáját. jönnek az SMS-ek. Én is olvasgattam kommenteket, és hát hideget, meleget. Igen, tehát, de bele tudtak még kötni ezek után a sofőr, hogy azért vitt haza, vagy erről azért vitt haza, mert akart valamit? Tehát még valaki egy ilyen történetből is tudott utána rosszat kerekíteni, és bekommentelni a cikk alá valami szörnyűséget? Az emberek mindig szeretik a rosszat észrevenni, tehát azért gondolom, hogy kellenek az ilyen sztorik, mint ez is, hogy a jót is észrevegyék, mert a rosszat nagyon szeretik meglátni. De csak humorizálnak. Lehet egyébként, persze. Persze, viccelődnek csak, nem. Persze. Nem persze. Kell komolyan venni. Mivel foglalkozol, Fanni, vagy mit csinálsz? Felszolgáló. És ez egy nyári munka, vagy ez egy állandó munka? Amit Nem, ez az én állandó állásom. Állandó állásod. Szeretnél majd mást is csinálni, vagy te felszolgálónak tanultál? Nem mondom, hogy nem szeretnék más csinálni. Most jelenleg megmondom őszintén Balázsra, hogy nem dolgozom, nem sokkal ezután a ominózus eset után én felmondtam, úgyhogy most jelenleg szabadúszó vagyok, tehát igazából nyitott vagyok, tehát nem mondom, hogy ebben a szakmában szeretnék megöregedni. Uh-huh. De miért mondtál fel? Nem azt mondom, hogy ez segített hozzá, de nagyon sok minden volt. Tehát a sok meló, kevés pénz. Rettenetes a hajtás, rettenetesen nagy a hajtás ebben a szakmában, a vendéglátásban, és az utóbbi időben már voltak olyan dolgok, amik nálam elég rendesen betették a kaput. Tehát mikor már nagyon dolgozod magad, és akkor is csak belekötnek a munkádba, az már egy kicsit azért elszomorít, hogy úgy fogalmazzak. Na, és mondtad, hogy akkor jó, akkor ez elég. Igen. Nem éri megcsinálni. És telefonszámot cseréltetek, vagy csak megköszöntet, kiszálltál, vagy megmondtad neki, hogy ha arra jár, akkor felszolgálsz neki egy jó kávét cserébe. Hát én azt mondanám, hogy figyelj, Ernő bácsi, ugorj már föl egy jóféle fekete. Nem ott, hanem a munkahelyén. A Fanni munkahelyén, ahol ő dolgozott, most már nem dolgozik ott. Ugor be és ígyunk meg egy jóféle serit a kedvét. Kutyolok nekem egy melanzsót. Napi szinten találkozunk, mert ugye ezen a vonalon én naponta járok, úgyhogy... Hm. És mennyire bácsi, mennyi idős egyébként Ernő? 30 körülé, tehát nem olyan. Jó, Ernő fiatal. Jó van, Pannikám, örülünk be, ez sztorit, tényleg tetszett nekünk. Csókoltatjuk Ernőt, ha találkozol vele, ő nem
akart nyilatkozni, nem nyilatkozhatott, őt nem tudtuk elérni. Mondd meg neki, jó, hogy ez egy igazán helyes és lovagi estet volt. Rendben. Jó, Fanni, vigyázz magadra. Köszönöm szépen. Köszi. Köszönöm. Szia. Ciao, hát az igazi hősök mindig csendben végzik a munkájukat. Ennyi. Na, most... Új, Jézus. Miért nem, hogy nem kérkedik. Ernő nem kérkedik a tettével, érted? Hanem csinálja a dolgát, igen. Odaül a volán mögé. Igen. Lassan jár, tovább ér. Na, de nézzük meg, hogy hát, ha van olyan hallgatónk, aki úgy kapott segítséget, hogy ez általában a... Ugye, olyan oldalról jött, vagy onnan jött, ahonnan nem vártad. Ugye vannak közterületesek, vannak ellenőrök, vannak buszvezetők, vannak olyan foglalkozást végző emberek, akiket inkább azért a negatív sztereotípiák alapján azonosítunk, és mondunk róluk sok rosszat. Tehát, hogy a... A közterületes ott áll az óra mellett, igen. Látja egyébként, hogy egy le fog járni a tér, mert látta, hogy mikor átáll, és ott áll, és meglátja, hogy loholsz a sarkon, már fúszta be az utasztaléget, és abban a pillanatban, hogy lejárna, bedob egy százat. Ne, hát nézzük meg, hogy van-e ilyen, tudod. Ilyen, hogy a közterületes, aki fényt kapott, angyallá változott, és bedobott helyetted egy százast, vagy azt mondta, hogy gyorsan dobjál be, fotózz le, ő lefotózza a te telefonodat, és még ezzel nyertem fél órát, és nem büntetett meg. Az ellenőr, aki nyomott egy forró puszit az arcodra, igen. Megölelt, és azt mondta, menj békésen, barátom. Nem. János, kezeltem maga helyett egy jegyet, csak a kollégák észre ne vegyék. És itt van még egy tízes gyűjtőtegel. Tehát amikor kellemesen csalódtál a rendőrben, a jegykezelőben, egy kidobóban, tényleg azon életterületen, amikor nem várod, vagy ahonnan nem várod a segítséget, hát hány ilyen lehet, nem? Biztos, hogy volt ilyen. A rémséges foglalkozást űzők, hát azért van egy-kettő. Én gondolkozom nagyon az elmúlt 45 évemből, valami szépen. Biztos volt olyan, hogy mit tudom, egyszer magáztak a rendőrök, és nem tegeztek. Nekem volt például közszereteseken volt, akik készültek megbüntetni, és én csak beugrottam valahova, és rossz én álltam. Illetve nem indítottam parkolást. Mi ha? Biztos. Mi van? Hát mennyire én csak beugrottam. Nem, tényleg, nem, jó helyen álltam, tehát nem tilosban álltam. Fölálltam egy járdára, ahol lehet parkolni, csomó autó állt mellettem, csak nem indítottam el ezt a 0-20-7-3, tehát nem, csak nem, az, hogy kiraktam a vészfilokot a Kolosi téren, és én nem mentem mögöttem a villamos, nem erre gondoltam, tehát szabályosan álltam meg, csak nem indítottam órát. Bementem venni valamit egy születésnapra, ez most volt pont ott a Rákóczi úton, ott a Blahánál, az Uránia mozi mellett. És nem mondták, hogy legalább ne keresztbe állj meg legközelebb. Ne, semmi, nem. Igen. Középen a belsősában vészfillogó van. És jöttem ki, és már zajlott a büntetés. És halál normálisak voltak, mert azt mondták, igazából meg is büntethetnének, de gyorsan indítok egy parkolást, és azt ők lefotózzák, hogy van érvényes parkolásom, akkor még egy percen belül nekik létjogosultságuk van, vagy lehetőségük van arra, hogy ezt itt visszavonják, kitörőjék, de nem azért, hogy itt van 1000 forint, de gyorsan törölt ki, nem, csak mondta, hogy oké, most elkindítom egy parkolást, lefotózza a telefonomat, és akkor ez így rendben lesz. Most mondhatta volna azt, hogy ne haragudj, már benn van a büntetés, és tovább megy, nem érdekli. De hogy ezt így felajánlotta, és ezek azért olyan kellemes dolgok, igen. Amikor úgy azt gondolt, hogy ez már úgy neki mindegy egy kicsit. Az összecsukható járókeret sem hatotta meg őket, amit aliminek szoktál magaddal nem, vinni. Tudom. Idős beteg rokon hoztam el. Most vittem föl. Tehát két terhes nő feküdt a motorháztetőmön, igen, egy néni járókelettel a tetőmön egyensúlyozott, hogy Balázs, tegyen le innen, igen, egy óvodáscsoport állt mögöttem, akik egyébként nem tudtak átmenni az ebrán miattam. Nem, így egyszer hangsúlyozom, teljesen jó helyen álltam meg. Tehát maga a parkolás, aha. Az normális helyen történt, csak nem volt jegyem. Érvényes jegyem. De korrektek, jó fejek ez voltak. Jó fejek, hát most mondhatta volna akkor azt, is hogy... megcsináltak volna veled, hogyha nem te vagy a sebesség. Mert ezt nem szerinted? Játszottam el, hogy most oda megyek álszakában. Jó napot kívánok. De nagyon jó a kérdés, igen. És ezt most nézzük, elfordítom a fejem, és képzeljék azt, hogy Zoli vagyok, így is megcsinálnák. Mit tudom én? Hát ezt nem kérdeztem. Felvettem egy parokát egy napszöveget, beültem egy másik autóba, és ezt eljátszottam meg. Nem tudom. Szóval, ezt az ember ilyenkor nem kérdezi meg. Te nézd, egyébként ha már ilyen jó fej vagy, akkor se jó fej lennél, ha én nem tudom, Lucgizi lennék. Tehát ez az ember nem kérdezi meg. Úgyhogy megköszöntem, gyorsan nyitottam egy órát, és mentem tovább. Fene se tudja, hogy megcsináltam. Hát szerintem ez nem biztos, hogy attól függ, hogy most te ki vagy, hanem hogy valakiben van minimális jó indulat, empátia, vagy nincs benne. Nem? Ha egy gyökér, akkor nem csinálja meg neked, ha bárkit. Én találkoztam olyannal, hogy ott aztán
már pakoltam elő a morning show-s bögrét. Már felesleges volt, akkor csak azért a sapkát, már tettem a nyakba akasztott a nyakába, a kezébe a bögrét, és egyáltalán nem érdekelte. És már Klassz FM-es esőkabát volt rajta a baseballnapka, és úgy ment el, mint egy ilyen reklámtábla, és rohadtul nem érdekelt. Köszönöm, minden, igen, ez pedig a csekk. Igen, nagyon szép ajándék, ezt pedig be kéne fizetni. Tehát, hogy a Fanny se volt ismert, tehát ez nem attól függ, nem szerintem, hanem, hogy van-e valakiben jó indulat, vagy nincs valakiben jó indulat. Kedvesség, empátia, együttérzés, mind olyan szavak, amiket nyilván kevésbé ismertek. Szóval, aha, hogy... Értettük. Ettől függ. Úgyhogy írjatok nekünk, mi volt az utolsó jó, amikor éreztétek, hogy maradt valakiben jó. Jó, írjátok meg nekünk. SMS szám 0670-645-00-00. Mielőtt elmennénk hírezni, gyorsan egy-két friss közlekedés, csak azért, hogy senki ne fusson dugóba. Például a Völgyhídon Budapest felé kamion keresztben az úton hatalmas dugó van, valamint a Böszörményi úton csőtörés, jeleztétek többen, hogy ott is óriási a káosz, kerüljetek, ha tudtok. Mikey küldte el nekünk, valamint 3 kilométeres a sor az M7-esen, a Velencei Molkút után araszolás van, mert hogy ott is nagy a baleset. Várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk, Ákos hírei után. 3:49 lesz, pontosan 7 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Százacska, bizony, nagyon szépen haladunk ma. Nagyon szépen. Én még lógok százassal reggelről. Igen, de majd Jani bedobja most helyetted is, jó? Ha nem, csak azt nem akarom elfejteni, hogyha a legközelebb dobnom kell, akkor 200-at dobok, csak nincs apró még. Ó, gyerekek, hát ez, én mondhatom. 500-at most nem dobok, mert azért annyit nem mondom, hogy a gyerekek, nem előlegezek magamnak még négyet, hanem majd lesz apró, akkor bepotolom. De itt van. Fölírtuk. Jó? Írjuk a tartozom neked cetlit. Igen, a tartozom cetlit. Jani! Na, ugye hétköznapi csodákról beszélgettünk is arról, hogy milyen érzés az, amikor nem várt helyről jön a segítség, mert hogy mindenkinek megvan a mumusa, ha közlekedik az ellenőr, akár a rendőr, bár a rendőrök szerintem mostanában azért már sokat normalizálódtak, hogy maga a helyzet tulajdonképpen szerintem normálisak lettek tényleg. Közterületes, ugye? Buszvezető, villamosvezető, mert hogy sokszor halljuk, hogy becsukja az orrod előtt az ajtót, nem vár meg, pedig megtehetné, perverz mosolyan nézi vége, hogy futsz a busz után, majd az utolsó pillanatban bezárja az ajtót és ott hagy. Mert volt egy nagyon helyes történetünk, ugye a hírek előtt erről beszéltünk, Fanny elaludt a buszon, és a lovagi a sofőr Ernő hazavitte. Fanny és Ernő. Ez egy cuki sztori, most, hogy mi volt Ernő, pontos indítéka nem fogjuk meg tudni soha, hát sokszor találkoztak, látta Fanny elaludt, tehát az egész jelenet kicsit tényleg ilyen Pretty Woman-es. Minden esetre Fanny hazakerült, 10 kilométerre távolabb, ugye 10 kilométerrel távolabb ment ő, vagy tovább ment, és aztán a sofőr visszavitte. Szépen. És arról beszélgettünk, hogy talán hallgatóinak is volt már, hogy van olyan története, ami arról árulkodik, hogy tényleg valaki olyan segít, amikor nem, akitől nem várod. És akkor segít, amikor nem várod. Na nézzük az SMS-eket. Dobsz egy százas helyettem is? Persze. Most kettőt dobsz? Egyet a késés, mert reggel mert volt aki visszahívnak majd, gyerekem. Ha van apróm, akkor jaj, gyerekem volt. Basszus, nekem sincsen apróm. Hát akkor dobj 500-ast, és akkor... nem, mert az elő, nem az a baj, hogy akkor tényleg nem figyelsz már oda, meg én se. Tehát akkor bedobtunk előre, ez ja, akkor igen, már ráérünk. Na. Azt mondja, hogy BKV ellenőr igazoltat, vadul keresem a bérletemet, de csak a régiek vannak nálam, de abból vagy 10 darab. A mostani feleségemnek odaadtam, és elfelejtettem visszakérni. Látja, hogy mindegyik hónapra megvan a bérlet, csak annyit mond, látom szenvedélyes gyűjtő vagy, szép napot. Marci. Na, hát milyen helyes történetek is vannak. Ugye pedig az ellenőrökről azért az ember nem nagyon gondolja. Nekem a rendőrei kicserélték az izzót az autóban. De jó fejek. Na, Nikó küldte nekünk. Elhagytam a rendszámom, és egy éjszakai ügyeletből hazamenő rendőr összeszedte, másnap értesítettek, és kérdezték, hogy hová küldjék, vagy én kérdeztem, hogy hová tudok érte menni. Le akar látod, appal, ő még nem is volt szolgálatban valószínűleg a rendőr, aki megtárta a rendszámot, csak ment haza ügyeletből, tök korrekt. Én pár éve nyáron mentem az egyik utolsó vonattal Balcsira, épp hogy elértem a vonatot, már nem volt időm jegyet venni. A kalóz pont látta, és mondta, hogy ha nincs jegyem, akkor meg kell, hogy büntessen. Mondtam, hogy nekem ezzel a vonattal el kell mennem, akkor büntesse meg. Áll csöndben, majd azt mondta, hogy rendben, akkor ért, felső után visszajön,
és mondjam, hogy ott szálltam fel, ott nem lehet jegyet venni, és tudok tőle. Nagyon jól esett, egyáltalán nem számított. Jó arcok. Meg egyébként hogy ezek jó dolgok, azért is mondom, hogy érdemes erről beszélni, mert ha fordítunk egy témán, és nem megint beléjük rugunk, hanem keresünk jó fejeket, akkor az egész kicsit olyan szívmelengető, hogy azért vannak jó arcok. Köztük is. Meg nem? Annyira helyre rántja az ember hangulatát egy ilyen kis jó cselekedet, nem? Tehát hogy tényleg nem is számít azt rá. Lehet, hogy a rossz tapasztalatok miatt, vagy egyáltalán egy kicsit így fásultabb, vagy meg kicsit passzívabb, meg egyáltalán ilyen csalódottabb a világban, és jön egy ember, és így nem várt pillanatban segít rajtad. Igen. És ez jó érzés. Úgy, hogy igazából nincs is igazad, mert hogy gyakorlatilag, ha megbüntetne, akkor is csak jog szerint járna el. Tehát gyakorlatilag a munkáját végezni. Vagy csak emberséget mutat a rendőr, és azt mondja, jó, rendben, na ez most ennyibe fájna, de menjen tovább. Halló, jó reggelt, itt van egy hallgatónk. Jó reggelt, Perec vagyok, sziasztok! Hello, szia. Perec, veled mi történt? Velem az történt, úgyis sokat figyeljük vasutasokat, főleg a Vác-Budapest vonalon. Egy régebbi történet, Vácra mentem haza Pestről, utolsó vonat, Szobon ébresztettek, hogy elaludtam. Hát mondom, nagy probléma, nekem hajnalban dolgozni kellene menni, mit tudunk tenni, egyik vasutas mondja, semmi probléma, a visszafele jövő tehervonatot megállította, fölültettek a mozdonyba a vezető mellé, és visszavittek Vácra, ráadásul Vácon két megálló van, a nagyállomás és alsóváros, inkább egy félúton lakom, megállt a nyílt pályán a mozdonnyal, azt mondta, hogy viszont látás, átmásztam két kerítésen, és már otthon is voltam. Ugye, hogy milyen jó ilyen történeteket hallani, és hát igazából nyilván semmi nem kerül neki. És nagyon rendesek voltak, és hazakerültem időre. De jó. És ráadásul tehervonat, nem is kéne, hogy felvegyen, nem is lehet, hogy nem is állott meg. Szabálytalan is lehet. Írt pályán megáll, miért nyilván kirúghatják. Most már mindegy, elmondtam. A kerítéseken másztál át. A nyugdíjba ment. Így van. Igen, de tényleg is nem kellene, hogy segítsen, ezek olyan szép élethelyzetek, de megáll, észreveszi, oda megy, segít, ingyen elvíz, pénzt ad. Szóval ezek jó pillanatok. Szomszédok is megállították a kuvaszt, amikor látták, hogy te vagy, amikor mászol át a kerítésre. Hagyd csak buksi! Csak a Perec az megint része. Engem. Perec, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magad. Szia. Szülőnapom volt, mikor egy záróvonalon történő előzés után a rendőrök megállítottak, persze nyilván tudtam miért. Majd elengedtek bírság nélkül, hogy lassabban, de siessek nyugodtan a szülőnapi bulimra. És költsek a családomra bátra, mert ez sokba került volna. Ezt Laci küldte nekünk. Aztán még egy nagyon helyes SMS, több is van. Tavasszal a fülfájós gyerekemmel a fővárosi nagycirkusz előadásáról kellett kijönnöm. Egy taxis elvitt bennünket a gyógyszertárhoz, kiszállt, kisegített az autóbor, megvárt, míg végeztünk, és visszavitt minket a cirkuszhoz. Nem fogadott el egy fillért se. Ezúton is köszönöm. Nagyon hihetetlen, igen. Nagyon helyes történetek vannak, igen. Azt mondja, hogy pár korsósör után kerékpárral indultam hazafelé, biztosok megállítottak és elő akartak állítani. Megbeszéltem velük, hogy ha mondok viccet, és ha nevetnek, akkor elengednek. Sikerem volt annyira, hogy hazavittek. Búcsúzóul bemutattam nekik az anyósomat, így már hamar elmentek. Ez jó díl, egy jó vicc. Engem. Budapest Vajda Péter utcá a boltban vásároltam, és egy pasi bekiabált, hogy ki a Toyota ház előtt, itt van-e, mert kerékbilincset kell rá raknia. Na, ez igazi. Nem fogadott el semmit, csókoltatom. Tehát ezek jó pillanatok, jó, nem kijön a buta szemű, és azonnal rakja. Nem mit kell volna megállni. És terhes vagy, könyörögsz neki, gyerek van a kezedben, beugrottál. Tudom, hogy nem mindig lehet kivételt tenni, de néha ők is mondhatják, hogy rendben van, na, akkor ezt most nem tesszük föl. Tízből egyszer megcsinálják már, kedvesebb újjászületésük lesz. Utánjárást, idegeskedést. Igen, és azt meg neked. De jó arc, akkor de jó arc. Igen. Egyébként itt végig valamelyik hallgató, hogy néha egyébként tényleg az is elég, hogyha udvariasak, előzékenyek és jó fejek veletek. Itt nagyon sok típusú, hogy ilyen hülyén fogalmazok, ellenőr van itt lent, például a Népligeti aluljáróban. Van egy közöttük, aki mindig, amikor meglátom, akkor jó kedvem lesz tőlem, mert tudom, hogy rettenetesen udvarias, tehát nagyon udvarias az ember. Nagyon udvariasan köszön, megköszöni, előzékeny, nem ez a támasztam oldalt a pultot, és mutatod neki a bérletedet, és rád se néz, csak miért? Semmi, gyakorlatilag semmiféle reakció nincsen rajta. Talán még el is érte. Megmutatod a bérletet. Megköszöni, szép napot kíván, és tök jó arc. Tök jó arc.
Azt mondja, hogy eltévedtem Pesten, és nem volt már pénzem jegyet venni, lementem a metróba, és megállítottak, majd elég gonosz módon szigorúan viselkedtek velem. Aztán, amikor látták, hogy azt se tudom, hol vagyok, kétségbe estem, felengedtek a metróra, és megmondták, hogy merre menjen. Ezt Gabi küldte nekünk. Rosszul lettem egy szórakozó helyen, a kidobó azonnal jött, és magam elé ültetett, a táskámat elzárta, és végigfigyelt rám, azóta is odajárok. Hát ez se jellemző azért a kidobókra, nem? Jó, menjél már, ne itt rókázz el, kicsi lány. Kidobtak. Gyere, Dezső, bunyóval. Vagy ez a már, ez a bény. Két alkalommal is elengedett a parkoló őr. Telefonom maradt fent a vonaton, és egy visszafelé jövő vonattal visszaküldték nekem. Ez is milyen helyes. Nekem a rendőr a bankkártyámat hozta a lakásomra utánam, mert a benzinkútnál közvetlen utánam tankolt, én ott hagytam, ő pedig elhozta. Szóval ezek jó pillanatok szerintem. És erről ritkábban esik szó. Bizony, nem mindig a rosszat, azt ugye hangosabban lehet szajkózni, mint az ilyen jókat. Meg látod, ők nem is, tehát hogy nem is azok az emberek írnak, akik segítenek, hanem akin segít. Tehát hogy az ilyen jó cselekedet, az jön a szívükből az embereknek, de nem kiabálnak vele. Jaj, most segítettem valakit. Igen, Nagyváradon buszoztam, egy nap a megállóban állt egy mama két nagy csomaggal, Ikarusz busz, magas lépcsőfok, kiszálltam, felsegítettem a mamát a két csomaggal, négy megálló után leszállt a mama, a vonal végén álltam kb. 20 percet, indultam visszafelé, a mama várt, ahol leszállt, frissen főzött kávéval, cukorral, és megköszönte a segítséget. De kedves. Ez megható, megható volt, kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. Vonathoz futottam, észrevett a mozdonyvezető, messze volt a vonat, hosszú a peron, a mozdonyvezető feljebb jött, és megállt, megvárta, amíg felszállok. Köszönjük szépen. Tegnap nálunk felejtette egy vevő a hitelkártyáját, visszaadnánk, hogy ne aggódjon, nem lopták el. Beolvasnátok? Beolvastuk. Beolvastuk, de ez még így a bűvészból. Na jól van, hát pontosan erre gondoltunk, igen, ilyen SMS-eket vártunk, hogy amikor is tényleg onnan jön a segítség, mert az ember nem számít, jó. Ezt jó olvasni azért. Én rendőröknél tapasztalom azt, hogy szinte csak jó benyomás, meg jó tapasztalat van, meg hogy ott vajon normálisak lettek már. Elmúlt állisterek ez az időszak, az a szockós. Engem folyamatosan megaláztak. Tehát, hogy komolyan mondom, hogy a rendszerváltás előtt kicsit karmád azért, hogy ezekbe beleszaladjál. Jó estét kívánok, hova lesz a séta? Hova kis kopasz, nem? Haza mi? Igen, haza. Bocsánat, igen, otthon szeretnék haza. Igen. Melyik szót nem értetted? Igen. Tudod, tehát, hogy megyek haza. Ebből melyik nem volt végül? A megyek vagy a haza? Tehát, hogy mit nem érted? A szatyorban mi van? Jó, azért ez régen ilyen volt, most már nem ilyenek. Fiatalok már nem normálisak, mosolyognak, köszönnek. Szerintem nagyon sokat, tehát évek óta most már. Persze, azért mondom, hogy csak jó tapasztalat. Tehát, hogy mostanában már ez egyáltalán nem. Egyáltalán nem jellemző rájuk. Előzékenyek, udvariasak, kedvesek, tényleg. Na, gyorsan egy utolsó SMS, ezt Olga írta nekünk, aztán játszunk. Taxis volt, nagyon rendes velem, Győrből utazni akartam a szegedi busszal, és a buszom a pályaudvarról pont kihúzott, csak a hátulját láttam. Fontos volt, hogy menjek, ezért az ott várakozó taxiba ültem, mondtam, hogy érje utol a busz, hogy átszállhassak valamelyik megállóban. Begyorsított, de mivel gyorsjáratos busz volt, így csak kisbéren értük utol, félúton mondtam, hogy nincs pénzem, csak ugye már ültünk az autóban, és nem értem utol. Csak bankkártya van nálam, nem tudtam fizetni, taxis kikapcsolta az órát, és mondta, hogy majd odaadom. Négy napra elutaztam, azt mondta, akkor is jó lesz, megadtam a megegyezés szerinti 15 ezeret. Jó, érzés volt. Jó. Ezt Olga küldte nekünk. Na jó van, köszönjük az SMS-eket, játszunk, már is itt van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello Lajos, jó reggelt! Szia! Sziasztok! Hello! Mennyi SMS, mindig özönlenek az SMS-ek, ez milyen jó azért ezt látni. Lajos, honnan hívtál minket? Budapest. Budapest, mit csinálsz? Hivatás és katona vagyok. Hogy? Jaj. Hát így sikerült. Ez lett. Miféle, jó, majd. Miféle perverzió miatt választottad ezt, hogy hivatásos katona legyél? Szerettem volna mindig katona lenni, úgyhogy sikerült is. Uh-huh. Igen. Mi a vonzó benne? A fegyver? A hatalom? Vagy az, hogy... Nem feltétlen. Haza szeretete, haza szolgálata. Ilyen is van. És az atomvillanás jobbról. Uh-huh. És az egyenruhás nők. És az egyenruhás nők. Nagyon szép. Ugye? Vagy rendben, hogy milyen fegyvernemnél vagy? Minisztérium, úgyhogy. Minisztériumi fegyvernem, a legerősebb. Uh-huh. Az mindent visz. Azok, ha egyszer annyira... oda pörkölnek, apám. Én annyira nem harcolok. Aha. Annyira nem. És akkor mit csinálsz? Irodában vagyok. Hattát.
Tehát elmentél katonának, de mégse, de irodai munkát végzel, de katona vagy. Attól függetlenül azért, hogyha úgy alakul, akkor tudok harcolni. Aha, de tudod, mit kell csinálni, ha atomvillanási jobbról? Pontos hétvégén egy baráti társadalom mesélték. Ezt tanulták. Atomvillanás jobbról, akkor lefekszel és magadra húzod a kis kabátodat, igen, ami abban a pillanatban kinyílik, és ezt tanulták. Atomvillanás balról! Lefeküdtél és jobbra nézel, ha balról jön, vagy... Háttal az atomvillanásra kell lefeküdned. Le. Ugye? Jó. Nyilván. Igen, és aztán amikor hogy hívják, a lökés hullám elviszi ilyen 40 kilométerre arra, akkor már mindegy, hogy jól van nézve. Akkor már mindegy, teljesen. Sokat segített a Honvédségtől kapott kabát, vagy egy Jackie, amit ugye nem is tudtál így meghúzni, mert ez csak egy ilyen próbakabát volt, nem is tudtad kinyílni. Igen. Hát ez jó, a minisztérium is jó egyébként. Ott is vannak mindenféle speciális fegyverek, új fejlesztések, a lázár lézer. Illetve a lézer blokkoló. Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy szerintem menni fog. Simán mennie kell. Én úgy érzem. Megpróbálkozunk vele. Van segítséged ott a minisztériumban valaki? Nincs, sajnos. Egyedül vagyok. Tényleg? De mi, ilyenkor még nem dolgoznak? Vagy miért? De hát irodában egyedül vagyok, úgyhogy. Ja, egyedül vagyok. Nem mond már. Meglepődtem annak híváson, és még nem találtam senkit. Csak van ott egy államtitkár, minden helyiségben van ott három. Vedd föl, ki az? Nem, sajnos nem vehetem. Mi de az, hogy csörög? Vedd már föl, légy szállt a Rogán. Már nem csörög. Két csörgés. Az nem jelent jót. Kettő csörög. Hát hivattak. Uh-huh. Ez azt jelenti. Nem akarnak veled beszélni, csak hivattak, igen. Ez a K-vonal volt? Ez az, igen. Ja. Hát, ez miért nem vetted föl? Hát nem tudom, hogy és akkor nem lehet fölvenni, ez egy házszabály, hogy beszélsz egy telefonban, nem vetted föl a másikat? Vagy? Aha, na, már a vonalat itt szabadják. Semmit nem tudhatunk meg a minisztériumról. Hoppácska! Ezek szerint a KLB vonal volt. Aki leszem. Igen, véged van. A véged van vonal. Szegény. Most ne tessék ezért, kedves minisztérium, ne tessék ezért bántani. Hívjuk újra. Csak játszani akar. Csaba úr. Hát nem tudjuk, melyik minisztériumban. Hát neki, neki az előjárója a Hende. Aha. Hát nem majd... Csaba úr. Csaba úr, kedves Csaba úr, ne bánj Csaba. Atomvillanás baró! Lúr! Iga. Mondom bárról! Hülye halott, Isten, de jó, én ezt a bugyut, a hülyeséget, ez... atomvillanás balról, és hónapokig ezt gyakoroltad, hogy feküdjél áttal az atomvillanás, nem mindegy. Atomvillanás jobbról! Ez elképesztő. Halló! Megszakadtunk, ne arra ugye. Persze, Lajos. Na, lefokoztak? Mi nem, történt? Még nem sikerült. Hívott a főnököt, hogy gyere be a beszélgetés után az irodába? Nem? Nem olyan. A bank szokott olyan lenni, hogy mit tudom, hogy Hende Csaba körbe megy, és akkor mondja, hogy csak így tovább? Nem nagyon szokott erre járni. Csak így tovább. Hallottam magát ma reggel. Irodisták, hogy nem baj. Nem baj. Előre. Így van. Maguknak az írógép a fegyverük. Fényes legyen az a bakancs. Gyerekek, nincsenek kérdésem, van valakinek kérdésem. Dobok. Van, persze. Az én adásmenetemben miért nincsenek benne? Valaki kérdés ír így. Na, menjünk? Hát, kezdjük. Így szól az első kérdés nyakba akasztóért. Melyik mai város nevezték egykor Konstantinápolynak? Nem, azt nálunk ne tedd. Na. Lajos! Általános műveltség. Lajos! Pedig hogy ütötte. Hát. Blokkolták a netet is a minisztérium. Így van. Isztambul. Most megszivatjuk a Lajos. Blokkold a netet, Irénke, blokkold a netet. Isztambul. Hát Isztambul. Ne viccelj. Konstantinápol. Ezt tudni kellett volna, ha másért nem. Most már így leesett. A kutya terek miatt. Bizony. Amapur, kihozunk a hét toronyból. Emlékezz. Így van, jaj, te kis bülbülszaború vagyok. Ajajajajaj. Sajnálom. Hát mi lesz most így? Hát... érzékeny búcsú. Lajos, ez nem volt nehéz kérdés pedig egyébként. Nem, most már így leesett. Igen. Biztosra akartál menni? Konstantinápoly, egykor most Isztambul. Így van. Az egykori Bizánc főváros. Bent Róma. Ja, jó, most már így megvan. Kelet-római birodalomi. Arany és bőrkabátok. Kinek hilt róla ez? Jaj, igen, márványtojás a bazársoron. Márvány. Lajos, köszi. Sajnálom. Mi én is. Köszönöm. Vigyázz magad, becsállapok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. Ez megint tipikus esete volt annak, hogy az ember jobban bízik a gépben, mint saját magában, és nem is értelmezte a kérdést. Nem. Csak elkezdte. Csak elkezdte beütni, hogy Konstantin, amikor megállsz, vesz egy levegőt, átgondolod, akkor tudod, de amikor már nem bízol saját magadban, nem is hallod, hogy a műsorvezető mit kérdez, csak a hívó szavakat elkezdett beütni, nem? És ez ellen is ment az ideje. És elment az ideje, ezért ez tudható. Ez nem volt egy nehéz kérdés. Dardanellák, Jedikula. Nem érdekel, viszont a reggel. Nem érdekel a reggel. Nem, azt tudod, hogy Jedikula az hét. És nem érdekel, mit csinál Luke Skywalker, Jedikula. Na jó. Jedikula. Jó, ők a Jedik is emberek. Ők is rákuporodnak a fajancra, érted. 3 perc, pontosan 9 óra, jövünk Ákos hírei után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, hétközben már jön az enyhülés állítólag. Jobb idő lesz egy kicsit. Ezt a telefonom nem jelzi, mert továbbra is azt mutatja, hogy egészen vasárnapig 34-36. Azt mondják, hogy csütörtöktől jönnek ilyen kisebb frissítő záporok. Igen? 38-ra 36-ra frissít. Hát azért az se rossz. Hát igen, kemény nyarunk volt. Nem jó tudom, nyarunk. Jó, tényleg jó. Én nem tudom, hogy volt-e már ennyire durva, amikor egy 4 hetes kánikula, 1 hét hidegfront, és most újra 2 hete brutális idő. Nem? És még lesz is legalább egy, de inkább 2 hét. És még lesz is, igen. Remélem. Hogy került ide ez a zene? Szerettem, meg nagyon jó, csak játsszuk ezt a dalt, nem is tudtam. Előbb bevezetik, máshol megszeretik a nép, és akkor megkapjuk. Jó, ez ilyen kellemes hangulatú. Nálunk csak zicserek vannak. Kellemes hangulatuk is, de meg én ezt kedveltem. Egyébként csak meglepődtem. Na, nézzük a közlekedési híreket. Hogy mi a helyzet. Azt értek, új végre egy jó kis hip-hop, meg érik a retro gyerekek. Nem, ezt nem tettük be, ez bent volt. Ezt, amit drága Tamink, a zenei szerkesztőnk tette, vagy húzza be, úgyhogy nem húzgálunk zenéket. Viszont jövő héten szerdán lesz nyárbúcsúztató úsztató retro party, de nem a Beach House-on, hanem az Üllői 102-ben. Opácska. Mire számít, csak hétvégén majd felmegyünk a hegyekben? Ne, ilyenek? Ne, Forest Club. Megbeszéltük, igen, hogy a hétvégi retro partin annyira kedvet kaptam, ahol voltam, hogy szerdán akkor egy ilyen nyárbúcsúztató, utána úgyis mindenki elmegy, hogy 20-a, tűzi játék, még egy nagy elutazás, még tegyük be a nagyit, a gyereket, a kutyát, az unokát, irány Balcsi, mert utána jön a szeptember, kezdődik az iskola, és vége mindennek. Aha. És akkor küldjük el így az országot, hogy szerdán DJ Oti. Amikor retro bulit tart. Nagyon jó. Hozod a kis dobozodat? Hozom a kis dobozomat, és jönnek a sztár fellépők. A plastikokkal. Igen. Ki tudja, mi van még benne. Hozom a kis, már nem járok ilyen nagy szettekkel, mint régen, egy kicsi kis pendrive-on jön az életmű, és retro napot adunk. Annyi a különlegesség a retro napnak, értedik, hogy mi nem csináltunk, hogy csak magyar. Tehát csak és kizárólag magyar. Se egy DJ Bobo. Senki nem fér be. Itt most nincs. Ace of Base, meg Headway, meg semmi. Amikor a barátaiddal elmész itt szórakozni, akkor, tehát nyilván nem részegedtek le, de mondjuk íztok egy valamit az elején? Hogy? Nem lehet, hogy attól olyan jó az a retro? Ez hidd el, hogy nem csak nekem jó. Na, mert csak azért, akkor szólunk hallgatom, hogy készítsék maguk oda. Nem, ez a baj, ezt nem érzitek. Kezdjük ügyébe azt a kis... Figyelj, az a 90-es évek, ez egy komoly generációnak egyébként generációs élmény. És ezen már most már kicsit mosolyogsz, hogy persze, UFO, meg Cosmix, meg nem tudom. De akkor erre brutálisan sokan táncoltak, és ha most például láttátok volna tényleg, hogy akár mint a Siófokon is mennyien voltak, ez a 30-as, 40-es korosztály, a mi korosztályunk, hát ez meg vannak őrülve. A gyerekeknek, vagy a fiataloknak majd, mint a Well Hello, meg a Majkáik lesznek 20 év múlva, lehet, hogy akkor a retro bulit csinálnak nekik, és nekik ők lesznek a retrók, de nekünk ez a korszak a retro. És nem azt jelenti, hogy ez ember TNT rajongó, vagy Cosmix rajongó, vagy Happy Gang rajongó, de akár az is lehet. Csak arról van szó, hogy ez jó élményeket jutott eszedbe. Ja, meglátjuk szerdán. Alig várjuk a Janival. De igen. Igen. Én egyetlen dolog miatt kedveltem ezeket, a csajok miatt, akiket ezek a zenekarok vonzottak a mindenféle partikra. Nekem az E-plusz miatt annak ilyen kötelezettség volt részt venni ezeken a partikon, amiknek azért eleget tettem.
Nagy nehezen az előtt, hogy jöttél megbámulni a fresh lányokat. Persze, de hát ezt soha nem felejtem el. A Viki kijött a vízből, azt hiszem sárga fürdőruha volt rajta, de olyan volt, mintha nem is lett volna rajta semmi. Ez megmondom neked, 1997, Fonográf Klub, Z plusz, nyárnyitó parti, ahol a fresh lányok nyilván 3 perc alatt másztak be úgy a medencébe, hogy ember nem megy ki, annál már csak feltűnőbben jöttek ki a medencéből. Igen, emlékszem. Hát az a hátsó még ma is. Megállt az élet. Jani még hosszú haja, Sepultura pólóban, fél liter sörrel a kezébe. Maszki még egyszer, nagy nyelves tornacipőben. Mondom, Jani, tényleg kultúremberek vannak. Nézd csak oda, nézd csak oda. És akkor jött ki a medencéből a Viki. De nem ugrottál be. Nem. Akkor még egyedülálló voltál? Hát a rockerek nem fürdenek, úgyhogy megijedtél, ennyi vízt. Jézus, a rockerek! Mondom, Jani, nyugi, ne kezdj ezt szorongani, nem kell belemenni. Így van. Nyugi, nem. Vedd vissza, súran oda, nem kell belemenni, ne ijedj meg ennyi víztől. Az elmúlt 10 évben nem láttál ennyit összesen, de ne ijedj meg, ne rocker vagy, de nem kell belemenni, tudom. Gyere, nézd meg a csajokat. Jó, az egy jó buli volt, hát, egyébként. Az egy jó kis buli volt. Szenzációs volt tényleg. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink. Székesfehérváron a Kadocsa úton trafi Budapest felé, úgyhogy vigyázzatok, ha arra mentek. Zoli, 2 küldte nekünk. Van egy trafing az Andrássy úton is, a Nagymező utcánál, Gábor üzente. Aztán a Köröshegyi Völgyhídról volt szó, azon nincs semmilyen baleset, köszönjük szépen. Uh-huh. Tamás üzente nekünk. M7-esen baleset van, már 5 kilométeres a torlódás. És az M7-es 120-as kövénél Pest felé kamion keresztben marad egy fél sáv. Ez lehet, hogy ugyanaz. Csabika is megüzente, köszönjük. 11-es úton Tahitót falu végén Visegrád felé KPM, valamint Nagykanizsa előtt baleset, egy kis teljes egy személyautó helyszínen is folyamat van, üdv a futár, emiatt ott is dugó van. Valamint a Böszörményi úton hatalmas csőtörés, aki tud, kerüljön, Mikey küldte nekünk, és Budapest felé kamion hanyat fekszik az árokban, ez az M5-ösön van még hozzá, Ócsánál, úgyhogy lassúbb, vagy kicsit lassabb a forgalom, de nincs torlódás, Imi 77 küldte nekünk. Ákos elmondott egy érdekes hírt, és egyszerűen nem értem, hogy ez hogy történhet, talán 2 mondat erejéig érdemes megemlíteni, hogy egy, nem tudom, mindegy is, francia házas pár 150 kilométeren keresztül nem vette észre, hogy a gyerek nincs a hátsülésen. Vagyis, hogy ott hagyták egy benzinkúton. Aha. Na most, aki tudja, és akinek van gyereke, az egyszer, tehát a megmagyarázhatatlan kategóriába tartozik, hogy hogy van az, hogy amikor gyerekkel utazol, 5 percenként inni kell, 10 percenként megjegyzi, hogy vagy fáj a hasa, hány ingere van, vagy a laptopot hagy kapcsolatba, vagy hagy nézzen mesét, vagy hagy egyen valamit, vagy csoki bal. Mikor érünk oda? Vagy amikor érünk oda, vagy ha tesója van, összevesznek. Szóval, hogy történik meg, vagy milyen életszerűtlen szituáció az, ahol bent ül a gyerek a hátsülésen, mondjuk nincs tesója, ti bent ültök elől, apa vezet, anya másik ülésen, gyerek mesét néz, beszélget, nem tudom, majd megállnak egy benzinkúton. Visszaülnek, és a rádióban hallják, a hírekben, Jézus, hogy egy francia család, egy olasz család, tök mindegy, a benzinkúton hagyta a gyerek. Igen. Összenéznek hirtelen, vezetnek tovább. Fél óra múlva... Mondták is, hogy milyen hülyék. Miért vállal a gyereket, mondja az asszonyka, majd ad egy csókot, férfi. A férje arcocskájára vezetnek tovább, majd fél óra múlva újra bemondják a hírekben, hogy egy francia család, egyelőre nem jöttek vissza a szülők. Anyuka ekkor már kicsit aggódva ránéz apára, és mint egy megnyugtató pillantással konstatálja, hogy persze, mi ugye nem vagyunk ki, hogy hátra néz, és meglátja az üres gyereklést. Hát vagy nem néz hátra, csak belenéz a visszapillantóba. Mert! Gyerek, 150 kilométer, elmondom neked, az autópályán mész, az körülbelül egy másfél óra. Igen. Ha jó tempóban haladsz, akkor az egy óra. Na most egy óra alatt, ha te nem szólasz meg, és a férjed se beszél, néma csönd van a kocsiban. Hogy nem veszed észre, hogy nincs ott a gyerek mögött? Nincs valami hiányérzeted? Várjál csak! De vetül chipset? Nem, az ablak most ott kicseréltetünk, mert na, olajszintet is nézettünk. Minden rendben? De megvan az autópálya matrica is. Igen. De egyszerűen életszerűtlen, mert az, hogy valahol vagy nagy tömegben, és a gyerek egy pillanatra nem nézel oda, elkeveredik, megtörténik. Igen. Sajnos, nem? Benne lát valamit, elrohan, röpül a madár, lufit lát, egy pillanattal elkeveredik. De egy zárt autóban. Hát plusz be kell kösd általában. Be kell kösd, be kell ültesd. De lehet, hogy problémás gyerek volt is. Három éves gyerek? Hát azt hittem 8. Három éves a gyerek. Hát fogod a kezét a 3 évesnek. Hát igen, eleve, hogy egy benzinkúton hogy hagyod el.
az is érdekes, de mondjuk, oké, elmentél pisilni, azt anya azt itt a apánál, apa azt itt a anyának. Na de be kell kötnöd a gyereket. Nézz hátra te. Jó, akkor nem nézek át, akkor én sem. Na jó, mentünk 100 km, nézd már hátra. Nem, nézz, akkor sem. Mindent én csinálja. Csit, biztos alszik. Olyan cseppe van. Ugye milyen jó gyerekünk van. Ugye, de ez lehet, hogy elhangzott. Elaludt. Halk is le a rázs. Halk is le a zenész. Hogy változ? És a 150 kilométerről 50-et azon veszekedtek, hogy apa már hallgatná a zenét, de a gyerek még alszik. Anya hangosan lapoz az újsággal, apa rászól, hogy halkabban, mert hátul alszik a gyerek, és a gyerek közben vidáman mulatta az időt idegen felnőttek társaságában a benzinkúton. Most már ébreszt fel, mert este nem fog. túl sokat alszik. Hát milyen egy gyerekes utazás, de tényleg, nem? Hát azért az maga tud lenni a rémálom, hogy sír, nyöszörög, enni, pisilni, kakilni, fájás, amit tudom. Tehát átmész különböző stádiumokon, ha gyerekkel utazol. Ha csak nem tényleg beültetett a kocsiba, és azonnal alszik. A hány inger, a hasfájás, hát ott minden van. A benzinkúton ráadásul nyilván kiszálltak pisilni. A gyerek nem tud úgy végigmenni a benzinkúton, hogy ne állj meg 8 pultnál, mert itt egy újságot látott színes, ott egy kis játék, egy üdítőt vegyünk, meg kekszed, ez megtörtént, megveszed, kimész, és senkinek nem jutott eszébe, hogy a 3 éves gyerek nem tudja kinyitni a kocsi ajtót. Hogy legalább az a mozdulat nem hiányzott. Hogy mindig szóval kinyitod a hátsót, fölsegíted a 3 éves, hát, és bekötöd. Hát, hogy ellenkezőleg egy ilyen 100 marci kategória volt, ami mindent, kent vágott már mindent, érted? Nem kellett neki segítség. Egy gyerek volt, vagy több gyerek? Mert egy gyerekről szól a hír. Nem, 2,5 éves volt, az már hát. Nem, mondjuk a 3 gyerek volt. De van 4-3 gyerek, akkor nem veszed észre. Na de várj, tehát ülsz a kocsiba, ugye? Mondjuk apuka vagy. Mész a belső sávban. Hát azért ott te folyamatosan csekkolod a tükröt, te belenézel a tükörbe. Ugye? Hát arról szól a dolog, hogy nézi, jön-e mögötted valaki, nézed a tükröket, folyad, vezetsz. Igen. Hát a tükörből én látom a gyereket. Hol van a legkisebb? A holtérben. Tehát én belenézek a tükörbe, én látom a gyereket, hogy ott van, kalimpál, igen, ott van. Tehát apuka úgy használta a tükröt, hogy valószínűleg, hát, ugye, hogy van a tükör? A magas felé van, tehát akkor a bal oldalon ül a gyerek, látod, ha jobb oldalon, akkor lehet, hogy nem, na de nagy esélye a tükörből azért észre kell venned, hogy üres a hátsülés. Meg az egyik felét látotta, a másikat pedig a feleséged a másik ülésről is, hogy fel van osztva a kettőt. Ő így néz be, te így nézel. És akkor visszafordulsz, visszamész a benzinkútra. Igen. Hát elnézést. Hát vagy megelégszel azzal. A... egy májas táska. És egy 3 éves gyerek. Nem látnak kakocsiga. És egy 3 éves gyerek. Nincs itt? Akkor hol van? Gondold el azt a visszafelé vezető utat, a 150 kilométerre. És az, hogy a rádióból értesültek, tehát hogy nem hallgatnak híreket, ha a zenét hallgatnak, akkor mennek úgy 300 kilométert, hogy nem jön rá, hogy nincs nála a gyerek. Én ezt a kocsiban hagyta nagypapa, szülő, elfelejtette, hogy vele van. Nem rakta ki az óvodába. Nem rakta ki az óvodába. Bement dolgozni, a gyerek hőgutát kapott, rosszabb történetet, mert elfelejtette, hogy vele van a gyerek. Én nem tudom, mivel szedálják őket, vagy hogy, hát én nem tudom elfelejteni, nem is akarom, meg hát nem is felejteném el, ha csendes lenne, akkor se. De hogy azért másfél óra alatt azért csak megkérdezed, ennél, innál, pisilsz, jól vagy? Egy idő után csak föltűnik, hogy csönd van. De lehet, hogy nagy családosok voltak, és több gyerek volt. Na figyelj! 3-4-5-6, megvan. A hír az úgy szól, hogy volt még 2 másik gyerek. Na, de akkor az Ákos hírében ez nincs benne. De akkor állítólag úgy van a hír, hogy van még 2 gyerek. Akkor viszont, ha 2-t bekötsz, azok egymás mellett vannak, ugye? A harmadiknak ott kéne ülni, az nem tűnik fel, hogy nincs ott. Vagy a 2 másik azt mondta, hogy figyelj, a Pierre ott maradt a benzinkúton, ne szóljunk apáéknak, úgy utálom. Csak na. Nem? Tehát, hát, hogy a 2 gyerek se szólt, hogy nincs itt a harmadik, 2-t bekötsz, a harmadikat nem kötöd be, és nem tűnik föl, hogy nincs, akit beköss. Na, akkor szerinted ki lehetett a család Benjaminja? Fél, őt nem, nem kedvelik annyira. Azért autópálya pihenő. Na most mi történik a pihenőben? Te megállsz pisilni, igen, ott nincs benzinkút, csak mit tudom, van ilyen pihenő, dobsz egy, nem tudom, 1 eurós, bemész pisilni, kidobod a szemetet, kicsit nyújtózkodsz, iszol egyet. Kirakod a gyereket, ő is pisil. Ja. Hát a nem tudom milyen országban volt, de jobb pihenő helyeken van egy kis játszótér. Kis játszótér. Ott egy csúszkáltak 2-t a srácok. A gyerek azt mondta, nézd, anya, vadkacsa. Rendben. Elindult, és ők elindultak. Teljesen értelme, tehát szülőként értelmezhetetlen maga a hír. Az nem vadkacsa, az hariste hülye. Ezért itt hagyunk. Ezért most itt marad. De és tényleg, hogy átsiklottunk ezen a pillanatot, képzeld azt a pillanatot, amikor bemondták. Egy francia család a pihenőben hagyta 3 éves gyermekét, és ők így vidáman vezet. Azonnal leesik? Ránézel a férjedre?
másodszor esik csak le. Vagy riadta hátra néztek, és akkor jut eszedbe, vagy akkor jut eszedbe, hogy úristen, miről beszél a műsorvezető, azok mi vagyunk. Tehát egy rádióban meghalani, hogy elhagytad a saját gyerekedet. És akkor meghallják debilék. Mi is franciák vagyunk. Nekünk is áruljás a gyerekünk, de mi sose hagynánk el. Hallod? És anya hátra néz, tudod. Mi sose hagynánk el felkiáltással, anyuka éppen hátra néz a hátsó ülésre. És nincs ott a gyerek. Szóval, hogy azért ez dermesztő, nem? Én vezetek, nem tudok mindenre figyelni. És mondta apuka. Azért mert hogy a felelős biztos, hogy visszafele meg kellett találni. És biztos, hogy irgalmatlan veszekedés lett belőle. És mit tud mondani? Én megvigyáztam a másik kettőre. De nem tudom, én nem olvasom, hogy volt másik kettő. Itt legalábbis nincs arról szó ebben a hírben, mint az Ákos mondott. Lehet, hogy más hírben szó volt róla. Mert az egyiket 170 km-re korábban hagyták el, a másikat kettőt. Igen, a másikat Dél-Franciaországban, egyet Németországban, kettőt Varsóban. Tudod, így mondjuk könnyű. Tehát így könnyű azért utazni. Tényleg az is érdekes lehetett, hogy a visszafelé úton mi történt. Azért az a 150 km, azért az nem egy könnyű 150 km. Na, az lehetett az őszinte csend. Feltéve, ha ez a két szülő egyébként stresszel, mert azért aki elhagyja a gyerekét egy pihenőben, nem gondolnám, hogy a visszafelé vezető úton 150 km azért olyan nagyon hülyére idegeskedi magát. Nem? Nem. Nem. Ez ott van, hát meg lesz. Most nem, jó helyen van. Jó helyen van. Ez a lény. Nem? És nézd meg a kislány oldalát. Homokozol, játszol. 3 éves vagy, azért már fogod, hogy mi történt. Tehát kicsit jobb képességű gyerek vagy, 3 évesen már egy évesen is észreveszed, ha eltűnik az anyád és sírva fakadsz, de 3 évesen már realizálod a dolgot az ijegységen kívül, hogy valószínű a szüleim itt hagytak. És azt látod, hogy anya akkurátusan bepakol, apa száll be a kocsiba, ha mondjuk a gyerek végignézte. Balra, sikkes indulás, kézi. Index volt, elmenne. Volt. És átfut az agyadon, hogy apa nagyját. Nem szoktam ott ülni. Hogy nem szok, igen, hogy most nem visznek magukkal, és látod, hogy ott hagynak a pihenőben. Megint itt hagytak, mint tavaly Szent-Tropéban. Jó, mondjuk lehet, hogy a gyerek már ilyen. Elmegyek, harapok valamit. Egy óra is megfordulnak, 20 kilométerre van a következő visszafordító. Lehet, hogy a gyerek így reagált. Süss még néhány most sütemény. Egy hét múlva jön. Pizsírni kell vécé, itt van? Persze, így van, ennyi. Ilyenkor még felerősségre se tudják vonni őket. Hát ez semmi nem jár. Hál' Isten, meglettek, bevitték őket, a gyereket a rendőrségre. Gondatlanságért? Vagy mivel tudsz? Hát indulhat eljárás. Ne, nagy nem kérdés, lehet hogy... még lecsukni a gyereket, nagyon pici még. Nem vigyázott a szüleire, mi? Sose értem, hát már egy telefon is feltűnik. 10 kilométer után. Az hogy nem nyúlsz oda a 3G, itt nincsen, cseszteted a telefonodat, nem? Hát már az is rossz érzés. Másfél órán keresztül, hogy nem nyúlsz. Nem nyúlsz a telefonnél. És a 3 gyerek sem mentség, hát azért meg kettőt beraktál, hát akkor pont tudod, hogy mennyit raktál. Igen. Be. Igen, és ráadásul ott molyolsz a hátsó ülésen, ahol van még egy babaülés egy 3 évesnek, ami üres. Kettőt bekötsz, 2 gyereket, a 3-at nem. Vagy azok már nagyok voltak, beszálltak maguktól? Lehet, hogy simán beszálltak maguktól. Aha, és nem szóltak. Az nagyon gyanús, mert 2-10 éves bennül, és még ő se veszi észre, hogy nincs meg, és hárás. Ott mindenki nagyon hülye akkor. Tehát ott az egész család nagyon hülye. A 2-10 éves végignéz, hogy ott hagyjuk a kis Sophie. Most tényleg maradjunk csöndben, jó? Csak azt akarom mondani. Majd odaértünk. Anya, kuss! Mi az, hogy Sophie, mindig a legkisebbre kell kenni? Igen, klasszik. Klasszik, hogy egy idő után elhallgatok. Csak azt akarsz mondani, hogy, és soha nem fejezhették be a mondatot. Ez felfoghatatlan. Felfoghatatlan. A reszkesetek betörőben ugye ez történt. Ugye, hogy Kevinke ott marad, és akkor a kis Kevin egyébként baromi jól érzi magát. De hát Kevinke már 8 éves, azért mégse 3 éves. Tehát azért egy 3 évesnek ez kevésbé kiütözés. Egyszerűen ezt az ember nem érti. Van egy hallgatók, akivel hasonló történt. Halló, jó reggelt! Hello! Szia, Roland vagyok. Hello, Roli. Roli, te végignézted egyszer, hogy egy apuka a komplet családot ott hagyja? Hát úgy néztem végig, határon dolgoztam, és kiadott 4 útlevelet az ember. Ment volna Bécsbe. És akkor mondom a többiek, mondja, hogy ott vannak hátra egy körablakos mikrobusz. Megyek hátra, ott ilyen szivacsok voltak lerakva, gondolom aludtak az úton, vagy nem tudom. Nézem, nincs itt senki. Nem mondom. Halálkom. Visszamegyek, mondom, te nincs ott senki. Ezt elkezdett röhögni, de hogy nincs, hát ott vannak hátra. Mondom, jó, akkor megyek, biztos én vagyok. Hát ez ilyen reggeli, kora délelőtti időben volt. És hátra megyek, hát nézem, nincs ott senki. Hát látszott, hogy ott voltak, de nincs ott senki. Visszamegyek, te mondom, nincs itt senki, mi lesz? Gondolkozik, elkezd kiabálni hátra, hogy mit tudom én, Mariska? Nagy csönd. Mariska! Csönd! Jézusom! Omrokára csap, a frissop. És akkor dekert a kormányt, azt ment vissza a frissopba. Nagyon nagy. 10 perc, 4 óra múlva jöttek, azt ott rögtek, hogy
Hát a bolt hagyott bennünket. És még három embernek kellett volna meglenni? Tehát a feleség és két gyerek? Két gyerek meg anyu. Ott papa, ott papa finoman megpróbált diszidálni. Papa indult Bécs felé, és azt mondta, hogy na jó, eddig és nem tovább. Tehát, hogy... Nem, hát ő bement, gondolom, pisilni, vagy mit tudom én, ezek meg aludtak, kiszálltak közben, ők is bementek, ez csak visszajött be a kocsiba, azt aztán na, ennyi. Ha nem úgy volt ilyen érzete. Irreális, hogy ne vedd észre, hogy nincs a kocsiban a családod. Tehát teljesen irreális. Tehát ez elképesztő. De úgy ránéztivel is olyan szórakozott volt a jó ember. Tehát látszott úgy az arcán is. Kicsit. Hogy lehet, hogy nem ez volt az első eset. Na jó, de azért ez nem egy sűrű pillanatkép, nem? Vagy azért gondolom nem látta sokszor, hogy valaki úgy gondolja, vagy azt hiszi, hogy ott a családja, és nincs ott, nem? Tehát azért ez még a határon is ritkán történik. Ez a 20 éves pályafutásom alatt egyszer fordult elő egy ilyen dolog, úgyhogy ez egyszer volt, tehát ez egyedi eset volt. De megtörtént, tehát ez biztos. Igen. Papa szórakozott lehetett egy kicsit. Igen. Rólikám, köszi, hogy elmondtad. Ez történt, köszi. Ciao. Hello. Azért ez nagyon semmi. Nem semmi. Szegény gyerek, nem? Azt a traumát. Azért ez komoly. Igen. Engem 5 évesen a búcsúba hagytak el. Én végig csatangoltam. Elhagytak, apám engem elcserélt 2 lövésre. Tényleg? Elhagytak. Hát azt... Mondja, Feriké, maradj egy kicsit, mosogassál 2 hurkapálcás plussádot, le akarom szedni. Mondta apát, hogy akkor maradjál? Finoman? Ah, igen. Mi van, ha direkt hagyták ott, kérdezi egy hallgató. Hát... Akkor nem jön vissza érte. Természetes. Akkor nem. De lehet, hogy a kisgyereknek nem is szóltak. Ne szóljunk neki, hát ha visszajönnek érte, addig hadd játszom. Annyira belemerült a játékban. Ezt ne roncsuk el neki, addig menjünk el nyaralni. Ezek a legbensőségesebb, legszebb pillanatok. Ezek meghatározzák később az egész életét. Hagyd csak ott. Menjünk egy kert. Igen, a nővére még kijöttek a kertbe hozzánk a gyerekkel és a kutyájukkal, hazafelé fogták a kutyát és elköszöntek, 600 méter után jöttek rá, hogy ott hagyták a gyereket. Igen, hát ilyen van azért, de... Egy kutyát már megszokta, 10 éve nálad van, persze. A gyerek friss, 1-2 éves, ugye? Az még maradhat. Tényleg, nem mondjátok már, hogy mit... Angelina Jolie és Brad Pitt nem hagynak ott minden szállodóba egy-két gyereket. Hát jó, de mi van bénnénk 8 bébiszit, aki utánok azért összeszeri. A plusz gyerekből se kevés. Mindenki van, kb. Akkor menjünk! Igen, plusz-minusz 2-3 Angelina, egy már nem tűnik föl, mert annyian vannak. Elképesztő egyébként. Igen, 9:30 pontosan, várunk friss közlekedési híreket, mi pedig jövünk vissza. Mindjárt a nap legjobb pillanatai van. Fél 10 múlt, pontosan 5 perccel. Egy kis visszatekintés Robira. Aki ott volt, az szerintem jól érezte magát. Ugye? Még ha kicsit akni is volt, de azért szerettük. Jó akni. Kicsit kisebb volt. Igen, ha nagyon rövidebb volt, de miénk volt. Nagyon kell kötözködni, akkor azt elmondtuk, hogy mit, de egyébként meg jó volt a buli. Jó fajta volt. Jó volt. A pali nem szakadt bele, pont annyit nyomott, amennyit kell. De tényleg jó buli volt. Jó buli volt. Rengetegen voltak. Már zadarba van. Tényleg? Igen? Aha. Hát ott kell lennie, vagy legalábbis a következő buli az ott lesz. Most nem vagyok bele biztos, hogy ez pont holnap lesz, de lehet, hogy már megindult abba az irányba. Elindul, elkezdett fesztiválozni. Ez egy szint, amikor már az ember nem csak önálló koncerteket ad, nem, hanem azt mondja, hogy akkor már fesztiválozom is. Hát, ahogy tegnap beszéltünk a Gerendaival, én ezen gondolkoztam, ugye, mert ők is gondolkoztak már benne régóta, de mindig azzal pattintották le őket, hogy nem fesztiválozik a Robi. Hogy szerintem az nem, tehát, hogy ez nem értékcsökkentés, hogy te most már elmész fesztiválra. Hát azért, gyerekek, 80 ezer ember előtt játszottam. Hát, amikor egy Rocky Rio-ról van szó, hát, az bocsánat. Nyilván, de persze nem az ember mennyiség, csak sok előadó gondolja azt, hogy az önálló estje, gyere el, én megtöltöm mondjuk a Wembley-t 70 ezer emberrel, vagy bármit is, az csak rólam szól. Itt meg egy fellépő vagyok aznap, és még egyébként van X fellépő, tehát sokan ebből azért fő fellépő, de presztízs kérdést csinálhatnak. Tehát, hogy fene se tudjam. Meg mondjuk Magyarország esetében az is bejátszhatod, hogy tud csinálni egy arénát 10 000 emberrel. Nincs nagyobb helyünk, ugye? Tehát nem tudsz más sok koncertet csinálni. Itt megcsinálni egy 60 000-es bulit, sőt, 70 fölött voltunk jóval. Igen, tegnap jóval. Meg lehet, hogy kivételtett, mert tudta, hogy a
korábbi koncertje itt Bukarestben nagyon jól sikerült, és ezért is jött el még egyszer. Igen, az egy jó, hogy a Twitterén igen a budapestieknek egy bukaresti koncerttel köszönt be. Hát lehet, hogy csak kedveskedni akart, nem? Igen, tehát nem elnézte, vagy tudta, hogy hol van. Legalábbis a színpadon tudta. Érted, most elkagyunk fel a részletekkel, hát most érted. Hát ez gesztus volt tőle az irányunkba. Hát most, annyi mindennel kevertek már minket össze, hogy szerintem a magyarok ezzel meg se lepődnek. Na mutatjuk a nap legjobb pillanatait, miről is beszélgettünk kora reggel. Jensen Butlerről volt szó 7 óra után, mert hogy ő Saint-Tropez-ban nyaralt a családjával és egy baráti társasággal. Betörtek hozzájuk, de nem átlagos módon. Állítólag ez most ott nagy divat, hogy altató gázt juttatnak a ház klímarendszerébe, szellőző rendszerébe, amitől mindenki fél órára hát kicsit leadja a forgalmit. Bementek, és nem többet, mint egy röpke 130 millió forintot sikerült elrabolni. Nyilván nem készpénzben, óra, ékszer, telefon, számítógép, mindent elvittek tőlük. De Buttonéknak nem lett baja, és elmondta egy ottani ingatlan ügynök, hogy igen, ez most egy bevett módszer, hogy orosz, amerikai, európai milliárdosokat így rabolnak ki. Tudták vajon, hogy Button... Biztos. Igen? Persze. Biztos, mert ott azért sanszos egy ilyen Saint-Tropez-ban, hogy akárhova betörsz, van egy 110 milliós érték, gondol, az egy ilyen menő gazdag hely. Igen. Tehát nem is biztos, hogy tudták, hogy Button az. Állítólag tudták, igen. Utaztak rájuk valószínűleg. És aztán kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk SMS-t, és az SMS-ben írjátok le, hogy milyen az, amikor az ember arra megy haza, hogy éppen kirabolják, vagy éjszaka arra kell, hogy valaki áll a szobájában. Hát egészen dermesztő SMS-eket kaptunk egyébként. Sok hallgatónk írt, és leírtátok, hogy tényleg milyen az, amikor az éjjeli szekrényeteknél áll valaki, és elemlámpával éppen matat. Te pedig felkezd, és elkezded mesztelenül... próbálj a füledből kivenni. Elkezded mesztelenül üldözni, hogy egy baseball ütővel. Szóval erről volt szó, valamint megnéztük a 2017-es vizes világbajnokság kabala figuráját, amit én nem láttam, de Feri megmutatta, hogy néz ki. És sajnáltad volna, látod, válsz be. Ha valaki esetleg nem tudná, boldogról van szó. Boldog. Boldogról, a puliról. Értetek, ugye? Mise. Boldog a puli. Szerintem Facebookon kim van, hogy élvezetesebb legyen a megszólalás, keresetek rá Facebookon, ott van a Morning Show oldalán, és aztán hallgassátok meg, hogy miről is volt szó. Szóval hát próbáltuk elemezni, hogy miért így néz ki, ezt olyan kitalálhatta ki, és hogy miért nincs egy vidám kabala figuránk. Hát meg nem értettük a tiszteletadást, ugye jó, persze, most évfordult ünnepelt az Omega, de hogy rögtön Fóbor János legyen. Tehát egy az egybe, egy megázott. Kabala figurája, hát. Igen, megázott Kóbor János. Na, ezekről volt szó ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:10 múlt, 3 perccel. Csabi, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szevasztok. Azt hittem, hogy berekedve álmosan és kissé másnaposan érkezel, de egészen frissnek tűnsz. Egy kicsit igaz mindegyik. Igen? Nagy buli volt? Hát azért volt, persze. De nagy Robi rajongó vagy. Nagyon is. Meg az egész család. És nagyon-nagyon szerettem, hogy tök jó dalokat hozott. Azt szeretem leginkább a Robiban, hogy mindig meg tud lepni. Tehát az, hogy például a Lorditól a Royal Star énekelte, vagy az, hogy azzal jött vissza, hogy várod, hogy na most mi jön a ráadásban, tehát hogy melyik slágerét fogja hozni, és a Bohemian Rhapsody-t kezdi el énekelni. Én tehát is bírtam, hogy Quint énekelt, szerettem. Ezek annyira meglepő dolgok, hogy ettől nagy szerintem. És hogy még az Angels után nyomott még egyet. És ilyen koncert még sosem volt, tehát egy pár Robi koncerten már voltam, mindig az Angels zárja. Így van. Tehát olyan sosem volt, hogy az Angels után még valamit énekel. Ez most az engem is meglepett. Nem szokott. Jó volt. Igen. Hát, nem érezted, hogy kicsit azért úgy, hogy zsigerből jön a rutinból, nyomjad egy picit, figyelj, haknizik? Nem, hát azt nem tudtuk, hogy ez a turnéjának az utolsó állomása, tehát hogy turné temető. Mert a Zadar mikor lesz? Micsoda? Mert utána lesz még egy Zadar. Az már nem a turnéban. Az már nem. Nem, turné plusz. Nem, ez most még októberben majd megy tovább, mint Ausztráliába. De most a hosszú turnéjának, ami szerintem februárban indult, nem is tudom, ez volt az utolsó állomása. Tehát azért én ezt éreztem leginkább, de nem éreztem ezt hakninak. Uh-huh. Tök érdekes volt, mert ugye rengeteg olyan koncertem voltam már, ahol a Robi saját jogon lépett fel, egyedül töltött meg stadionokat, vagy nem tudom, sportcsarnokokat, de fesztiválon még sosem láttam. Tehát ez volt az érdekes, hogy ez egy ilyen másfél órásra rövidített szett volt. Tehát, hogy direkt fesztivál műsorral jött. De így is zseni. Tehát ez a csávó, amit művel a színpad. Maga a szórakoztató ipar. Azt gondolom, hogy erről kell szóljon egyébként 2015-ben a zenélés.
hogy az már kevés, hogy jól muzsikálsz. Meg interaktív a Pali, fölhívja a csaj, dumál vele, poénkodik, reflektál, humorizál, mondanak valamit, visszaszól, tehát hogy tényleg ügyesen csinálját. Hogy a csaj fölhívta, amikor a csaj nem beszélt egy mondatot se angolul, a szörnyű volt pont, hogy szegény, hogy nem értett, hogy 18 év alatti, vagy 18 év fölötti, vagy kérdezte Robi, és a csaj nézett hülye, mondd azt, hogy fölötti, yes. Tehát, hogy ott volt egy kis erőködés, szegény Robi pont jót választott, de nagyon helyesek voltak, hogy ott előkörködtek egyébként. Nézve a mai produkciókat, én pont ezt hiányolom, tehát nincs meg ez a frontemberkedés. Tehát ledarálják tök jól, meg hadd lássam a kezeket, meg a következő dalunk címe, meg tudom, de kevés már az olyan frontember, mint a Robi, aki ott spontán ki tud találni poénokat. Vannak előre kitalált poénok, amik végig van a turnén. Hát, Robi Williams vagyok, és a következő két órában a feneketek az enyém, az 4000-szer sütött el, ugyanaz a mondat, ugyanott, ugyanabban a pillanatban. Tehát nagyon sok manír van azért. Persze, de Robi pont, hogy meg tud újulni koncertről. Igen, hogy nem. Ki tud találni poénokat, míg másoknál, és sose felejtem, mert egyszer volt egy jó barátom, aki Amerikában ment turnézni a Tom Petty-vel még annak idején, ha emlékeztek rá, aki bálványa volt, és azt mondta, hogy a harmadik buli után azt mondta, hogy főbe fogja lőni magát, mert magát, pontosan ugyanazokat a szavakat ugyanabban a sorrendben mondta el, tudta, hogy mikor kell majd nevetni, stb. Szerintem olyan Robinál nincs, vannak bevett mondatok, de hogy nem, minden, abszolút, igen. Tehát hasonlóképpen konferál fel dalokat, de hogy az akkori, az aznapi közönségre mindig reflektál, az zseniális. Hát, én amit ennél jobban szerettem, és amiről korra reggel beszéltem, csak lehet, hogy sokan nem hallották, hogy egy olyan közönséget szólított meg ezzel a Sziget, amit én 10 éve nem láttam. Tehát az óbudai lakosok, Kaszásdűlőről, Békásmegyéről, 50 éves marikák, kis párduc mintás ruhácskában vonultak ott, és nem értették, hogy jaj, de nagy a tömeg, miért nem tudunk inni valamit. Igen. Jaj, marikám, hát nem töltöttük fel a kártyát, én olyan párbeszédeket hallottam. Mert nem a klasszikus szigetelők voltak kint, fesztiválozók, 90-ben hollandok, britek, mit tudom én, németek, hanem végre úgy lett egy kicsit megszólítva a magyar lakosság, hogy nekik mondott az a fellépő valamit, Robi, azért nagyon mainstream Magyarországon is. Igen. És jöttek azok gyerekkel, családdal, hasitasi, nem kérkódolt, vonultak, és leimádtam, mi ott vonult velük az ember, és láttad, hogy nem a tipikus fesztiválozók, de kimentek, ott voltak, és ezért rengetegen voltunk, de nem a klasszik tényleg, amikor már alig hallasztottam, a Szigeten alig hallasz magyar szót, aki mész egyébként, és nem? Most voltak, sajnos. És most rengetegen voltak. Kicsit újra olyan lett, vagy olyan volt, mintha egy napig úgy újra nekünk szólt volna, rólunk újra szólt diák volna. Diáksziget együtt légy. Hát én 97 óta majdnem tényleg minden szigeten az ember hol keveset, hol többet forgat, nem forgat, kint van, bulizik. Ez most olyan volt, mint az elején, ahol kevésebb külföldi volt, és több magyar. Hát ez nincs. Ma már kimész, igen, alig hallasz majd újra magyar szót. Kimentek a magyarok, Robi, oké, ma már mindenki újra külföldi lesz. Vagy nagy többségben. Nem, ezt nem vetted észre, vagy nem figyelted? Ráadásul rá is mentünk, mert ugye mi kicsit kimentünk korábban, és akkor ott a gyerekekkel körbejártunk, hogy miket árulnak, meg miket csinálnak, stb. És hát azt fedeztük fel, hogy a gyerekekre az árusok például nincsenek annyira felkészülve. Igen. Mert vannak például gyerekméretű pólók, nem tudom, ilyen a Sziget mögött. Hát az, hogy vigyél ajándékot, igen. Igen, de hogy a legtöbb árus azért kevésbé van, tehát mit tudom, hogy napszemüveget szeretnél venni, akkor jellemző. 3-4 árust végig kellett járni, míg valaki azt mondta, hogy találok egyet itt a fiókban, ami gyerekméretű napszemüveg. Tehát, hogy ők a felnőttekre, vagy hát ezekre a már majdnem felnőtt fiatalokra vannak beállva, vagy arra vannak felkészülve. És pont a Robi koncert kapcsán szerintem előjöttek a családosok is, vagy kimentek a családosok. Klasszik, tényleg családokat láttál kint, azért ez ebben a formában így ritka, vagy régebben volt, amikor még több magyar zene volt, magyar elő adók voltak, többet nagy színpadon, magyar zene napja, nulladik nap, akkor azért ez jellemző volt. Régi Szigetre emlékeztetett a dolog. Igen, hívjuk a nap hallgatóját, megnézzük, hogy mondja-e. 2 év múlva lesz a 25. Sziget, oda kit hoznál? 25. Én nagyon, hát ez biztos, hogy nyilván YouTube, tehát hogy az ember már annyi, tehát most már tényleg az itt volt egy Prince, itt volt, nem törége, mint Bon Jovi, Robi, tehát most már csak a Bon Jovi a Szigeten. Nem volt Bon Jovi? A Hajógyári Szigeten. Hajógyári Szigeten, de nem Sziget. A Sziget Fesztiválon. De mondjuk egy YouTube. Guns. Ezt Guns-t már összeállnának. Bonnie-en. Sáv. Picit lehakítasz minket, hello. Igen, sziasztok. Hello. Reggelt. Nem írtad alá, hogy hívnak. Nem, Lacinek hívnak, sziasztok. Laci, hello Laci. Na, írtál nekünk SMS-t, ugye benne volt a Best of-ban is, azt írtad nekünk, akkor ha karate VB-t rendezünk, akkor Púli lesz a neve a kutyának. Szerettük, és ezzel te vagy a nap hallgatója. Nagyon szépen köszönöm. Most írtam először SMS-t, na, úgy látom, bejött. Hát ez szerencsé is kell hozzá, hogy az ebben nap hallgatója legyen. Igen, hol hallgatsz minket? Igen, hát Alsó Zsoltán egy rakodógépben.
rakodógépben, ott is szólunk, örülünk ennek. Küldjük neked az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm. Köszi. Sziasztok! Ciao! Hello! Miért kit egyébként, kit hoznátok szívesen? YouTube, tehát, én is azt mondtam volna magamtól. Igen. Megfizethetetlenek szerintem, tehát hogy brutál. Hát szerintem olyan nincs olyan zenekar, ami megfizethetetlen, és pont tegnap, ahogy a Robi énekelte a Still Haven't Found, ott eszembe jutott, hogy tényleg a YouTube az még az mindig egy elférne. Mondjuk a 25-re, nem? Igen. Ott mindenki bepisil. Hát most jövőre megvagy. Nem hoznak ekkorát, azt a pénzt félreteszik, és két gázsiból. Hát igen, tehát 2-3 évente dobnak nagyot. Azért igen, a tavalyi, tényleg, igen. Vagy a tavaly előtti line-upra mondták, hogy hát ezt most mi is tudjuk, dolgozzunk rajta, igen. Ja. Volt 3 évvel ezelőtt egy Prince, baromi nagyot durrad, most egy Robi, tehát hogy nem is biztos, hogy minden évben kell. Ez egy akkora kampány volt, ez most 2 évig megint. Ja, de megint valamennyire megint. A szerencse is közrejátszik, mert vannak csapatok, akik éppen nem turnéznak. Tehát most a YouTube azt mondja, nem tudom, 2017-ben, hogy ők most ebben igen. Az évben nem fognak turnézni, akkor bárhogy is szeretnék a 25-re hát, elhozni, ha ők nem akarnak jönni. Vagy éppen Japánban vannak turnén, Amerikában vannak turnén, saját turnéjuk. Van, igen, Red Hot Chilit is megnéznék. Ó, de jó lenne. Igen, az mondjuk nem olyan nagy dobás szerintem. Tehát a Red Hot Chili klasszik fesztiválozó zenekar. Jobban megosztja a közönséget. A Robi meg a YouTube, az mindenkinek Robi meg YouTube. Tehát ott nincs vizé, rocker vagyok. Tudja, a fene azért egy, nem, szerintem a Red Hot Chilire ugyanúgy kimennének. Tehát rengeteg rádiós lágerük van a komoly zúzdák mellett is. Azért ők de a klasszik családosok, akik tegnap kim voltak, azok a Red Hotra nem jönnek ki. Tehát Robi jóval kommerszebb azért így ebből a szempontból, de hát 25-re valami ilyet, nem? Valami nagyon nagy dobás kell. Rolling Stones, ha még élnek. Az is jó, vagy összeáll a régi Best of velem. Ne? Háj, Csabi! Háj, de bírnám! Figyelj, mi fesztiváloztunk annak idején a Csabival, egy helyre nem jutottunk el a szigetre. Tehát voltunk Sopronban, volt fesztiválon mindenhol, amik ki nem tiltottak bennünket a rossz viselkedés miatt, de a szigetet kihagytuk. Arra összeállni. Rosszul viselkedtünk, és ezért tiltottak. Ne. És nem emlékszem rá, én voltam a rossz? Dehogy is. Te sose csináltál semmi olyat, ami... Hú, de hogy nem. Csabikám, mondjad a zenéket. Nem, meg zenék ma is. Közben üzent a család, hogy úgy kimennünk még egy napra a szigetre, nem tudom, kinek kell szólni. Milyen zenéid lesznek? Jó zenék lesznek? Hozom nektek a Félix Jánt, aki közelében nincs még, hogy ekkora közönség előtt játszon, mint mondjuk tegnap a Robi, de nagyon közelít hozzá. Képzeljétek el, a srác még 21 éves sincs. Egy német DJ-ről van szó, aki már most ott van a remixeivel, meg a saját dalaival a világ hírnév küszöbén, úgyhogy lehet, hogy még egy ilyen pár év, 10-15 év, és egyszer csak úgy fogunk visszaemlékezni. Emlékszem, amikor az első dalát nyomtuk a Félix Jánnak. Na hát, és akkor lehet. Ahogy gyalom, erre minden esély megvan. Ha nem alapján szintem aduász lesz. Hát, 5 év múlva visszasírjuk. De mi lehet, hogy önszök? Egy kicsi már. Amici vagy Tiesto, bár. Belőlük már annyi van. Ne, tőle hozok egy ilyen klassz slágert. Ain't Nobody Loves Me Better. Nem emlékeztek, amikor a Csabi behozta először az első számát, hogy azóta mennyi víz lefolyt már az elbán. Jó kis avancsik. Mindenkinek megadjuk az esélyt. Persze, igen. Majdnem. Jó van. Csabi jön a... Igen, majdnem. Csabi jön a kívánságműsorról 555-55-00 a telefonszám. Kérjetek tőle dalt. Így Csabi van. Nagyon örül ennek, mi pedig jövünk holnapatkor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.